Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Azt hittétek, nem jövünk mi, 6 óra múlva 11 perccel. A hatást meg kell várni. Úgy sokkal jobban szól. Hú, gyerekek, hát nem vagyok túl jól. Hello mindenkinek, drága hallgatók, miért nem szól ez? Itt vagyunk, jó reggelt, Feri, szia Jani! Nazális a hangod. Mi a megfáztál, itt áll? Érzed, ahogy szuszogok? Igen. Nem tudom, ma reggel így ébredtem, csak ma be kellett jönni. Mindenképpen. Én nagy híve vagyok annak, hogy ne fertőzzük meg egymást, csak hát ma mindenképpen itt kell lenni. Történik ez az, de így vagyok. Ez vagyok én. De mi ez? Nem tudom. Ja, csak így egyszer. De tudom egyébként, a gyereknek lepkehimlője van. Ez a kis... Az a mindenhol, és ez a felnőttekben már nem foltokban jön ki, hanem egy ilyen megfázás. De te lehet még himlős. Ha nem voltál gyerekkorodban, akkor elkaphatod a lepkehimlőt, így van, és az már nem foltokban jön ki, hanem utánolvasunk így, ahogy én, egy ilyen hörgő, szűkületes légcsőfájás, és brutál hang. Öröm az élet. Úgyhogy így nézek ki. Ez a gyerekről, az apára, anyára, adóskör, ne köhögjél nem, már nem, ide. Nem, Zsül volt. Te is himlős vagy, Zsül? Húzzál innen, te tényleg. De nem fertőz. Ne aggódj. Ha na, voltál már himlős, akkor. Ha igen. Nem voltál, akkor fertőzem. Akkor igen. Igen. Voltatok? Fogalm sincs, olyan öreg vagyok, már nem létszik. Mama írd meg, hogy voltál. Nagyon necces volt a ma reggel. Sanszos volt, hogy nem tudok bejönni, de hát aztán ugye be kellett. De... Azért mondom csak, hogy ne írjátok meg, hogy Bali, te mindig mondod, hogy ne jöjjön az, aki beteg, mert én tényleg mindig mondom. Ha nem javulok, akkor nem javulok, holnapig nem jövök. De most muszáj volt. Na, mi újság van? Milyen volt a hétvége? Isteni! Jó vicces. Volt? Szép volt? Hát figyelj, ja, te bent akkor gondolom a két gyerekkel, egyik lepke himlő, másik elnek a nem, jöttünk, mentünk mi is igazából, nem. Sőt, hát a szombat estét együtt töltöttük Jánossal, mert egy buliban voltunk. Nem kell szeparálni. Ha már kijönnek a foltok, akkor már nem fertőz. Igen, nem fertőz. Előtte ment el. Nagyon jó, figyelj, hát óriás kirándulás. Tegnap a gyönyörű 28 fokba, hogy este 9-kor pólóban tudsz kint ülni. Az zseniális. Olyan jó volt, mert eddig is nyilván mi kísérleteztünk Robival, a szomszédommal, a Velencén, ugye egy-egy fröccsöt el szoktunk fogyasztani így esténként, és azzal mértük a tűrő képességünket, hogy veszel-e föl valamit. És tegnap ültékint 9-kor világos volt, és irgalmatlan. És már nem ilyen szimpla keménykedésnek a dolog, hogy igen. Jár van, akkor is kiülök, ugye, ezért egy kicsit is fázol, én is nagyon fázol, de nem baj, bár kint vagyunk. De egyikünk sem mondja el. Nem megyünk be. Mert ma van nyár van. Nem, tehát mi is kint vacsoráztunk tegnap a teraszon a családdal, és hát ez egyszerűen zseniális. Szóval nagyon-nagyon jó. Délután még egy picit így bementünk így a városba, csak egy fél órára, de aztán hazajöttünk, mert már nem voltam annyira jól. Hozzatok kamiatyát. Kinek egy kis kamiatyát, mizsely. A kis mesémet tegyétek be, és hozzatok a... Ne a homlokomat. Á, Istenem. Kevés, igen. Milyen volt a buli szombaton? Meddig voltatok még? Mert én jól éreztem nem magam, sokáig, egy jó buli nem volt. Sokáig, milyen hát, buli volt? Azt kérlek szépen, tudni. Az egyik barátunk, barátnőnk, ismerősünknek az esküvői bulia volt. És már nem az esküvő, mi nem voltunk ott, csak a szombati bulin. Mert hogy két részre bontották a dolgot, hétköznap egy esküvő. Aha, valahol, igen, kevesen, család. Tudták, hogy vállalhatatlan lenne velünk az esküvő, hogyha oda is megjönnának minket abból. Igen. Esetleg még származom valamiféle probléma, de a buliból nem lehet gond. De a buliból nem lehet gond, és szombat este volt a Kopaszi gáton. Egy ilyen kis utózöngés kis parti. Ami nagyon-nagyon jó hangulat volt. Jó volt. Már mindenki, hogy egy családdal érkezett, vagy részben családdal, mert én mondjuk nem, de... Barátnős feleséges volt. Igen, barátnős feleséges volt, tehát hogy annyira azért nem lokhatunk ki a sorból, tehát hogy nem tehettük annyira emlékezetesé ezt a kis rendezvényt, mint amennyire szerettük volna, de az így is sikerült. Hát, hogy így volt egy emlékkönyv. Jó, arra nem is emlékeztem. Hát igen.
volt egy emléke, hogy ami körbe megy. Igen, ami már nem voltak szomjasak. Amiben szépeket írsz, és sok boldogság. Nem tudom, miában rajzoltunk. Mit írtatok? Ma rajzoltunk, majd véletlenül, én csoki sütítettem. Igen. És véletlenül megfogtam egy ponton a csoki sütit. Nem egy ponton fogtad meg, hanem több ponton fogtad meg. Több ponton, amiből ugye csoki darabok kerültek. És hát akkor azt még körbe is rajzolták, azt a csoki darabot. Igen, ami kapcsolódott a csoki darabokhoz, kapcsolódott a rajz is. Már ez barna a csoki. Igen, és ez egy olyan emlékkönyv volt, ami mindenképpen ezt a szokásos tiszteletkörök, hogy mindenki beírja, igen, és ugye ezer évig él, meg aranylakodalom, meg gyémetlakodalom, bla bla bla, meg most, hogy megtaláltuk egymást, hogy... De jöttetek ti? De volt benne két oldal, amiben... és természetesen... Nem is emlékeztem. Engem is odaírtak. Mert hogy ezt ők találták ki, ugye ketten, egy kedves közös kollégánkkal, és akkor meg elkészítettek ezt a rajzot, amiről nem beszéltünk, mert ugye még 8 óra előtt, de ez olyan rajz volt, amit 8 óra után sem beszélnék róla egyébként. És akkor én még odaírtam hozzá még két mondatot, mivel még kerekebb lett a történet, úgyhogy szerintem ez lesz az a rész, amit majd össze fognak valahogy ragasztani, vagy pedig egy ízével egy snitzerrel kívánk belőle, hogy egy gyerek később, amikor majd lapozgatja, és nem nagyon érti majd a rajzot, ne lássa, értelmezni, vagy ne lássa, hogy az lesz a két legértékesebb oldal. De higgyétek el, hogy halálosak vagyunk benne. Összes, jó, persze, mindenki szeret. És nézd meg ezt a kérdést. És azt még mondd, hogy mivel járultál hozzá az esküvőt, mert kérnem. Ők elmondták, hogy ők nem ajándékot kérnek, hanem egy kicsi hozzájárulás. Aha. Ami szerintem tök jó, mert tényleg nem viszél el a 100. étkészletet, meg a 26. semmiről nem szóló. Kis boríték kicsit. Beraktuk a borítékba, beraktuk a pénzt, mondom, Jani, te mit? Hülye, keresi a zsebét, kiveszi a tárcát, nem mondom, jól, és előveszi a bérletét, és berakja a bérlet szemét. De még jó, ugye? Jó, vissza kell majd kérni. Igen, mert ugye ez csak az enyém, mert jó, mert ugye most már ilyen sorszámok vannak, de hát ugye nem voltunk annyira, hogy is mondjam, tiszták már, tehát hogy így mondom, mi legyen, mondom, az ízét csak nem rakom rá. Nem mondasz a kártyát, hát van rajta, hogy 20 ezer, mondom, mi érted, mi az, ami kisebb értéket képvisel, álmod ott a bérlet, amit beraktam neki. Hát az még 10 napig jó. Balázs még jelezte nekik, hogy ízét, hogy Dani is rakott bele, van, hogy örülni fogtad neki. Én szóltam, hogy igen. Úgyhogy majd vissza kell majd tőlük kérni, aztán valamivel kompenzálni a dolgot, mit tudom én, egy filteres tejával, vagy ilyesmi. Hát persze, hát ami érték alányosan. Hogy visszakérni nagyon kellemetlen. Mit? Tehát, hogy azért hát, megkérdem azt a telefont. Figyelj bele. A rajzolás után visszakérem. Szerintem miután látják, hogy miről van, szóval nem lesz nekem az kellemetlen, hogy visszakérjem tőlük. Szerintem kidobták. Nem ismernek. Ismernek, nem dobták ki, félretették. Tudják, hogy még majd szükségem lesz. Szóval jó volt egyébként. Picit azért, hogy nyilván volt egy csomó olyan meghívott vendég, akik így kénytelen kelletlen hívták meg egy picit őket, legalábbis mi úgy éreztünk, és akik miatt egy kicsit ilyen feszengősebb volt a dolog, lehetett volna nagyon. Mi nem ismertük őket. Igen, de nem volt rossz. Aztán egy picit félve kértem taxit, mondom, hogy az elmúlt hetek tükrében, mondom, hát ha 3-4-en jönnek ki, és akkor majd betűje. Nem hazavisznek. Kézzed el, hogy mi is taxival mentünk, és ingyen vitt el a taxis, képzel el. Beszélgettünk Uberről, mindenről, és azt mondta, hogy ez azért, hogy még lássam, hogy vannak jó taxisok, normális taxisok, kérdeztem még, mennyivel tartozol, és azt mondta, hogy erre a fuvarra a vendége. Voltam, vagy voltunk, és neki ez a... Ez megvesztegetés. Az ajánlom. De mondtam, hogy természetesen ezt nem fogadhatom, el, sőt, föl is jelentett. Természetesen. Nem adott számlát a semmiről. Szerintem a számátok. Így van, nagyon rendes volt, és mondta, hogy hát, hogy higgyük el, hogy azért még vannak normális taxisok, mert persze beültem részegen már egy kicsit, és meg kérdeztem, hogy na, volt-e ön is a tüntetésen, és hát innentől kezdve Vikinek nem volt dolga, mert hazáig megbeszéltük az Uber kontra taxiféle történetet, érvekkel és ellenérvekkel soroztuk meg egymást. Gondoltam, hogy én inkább rákérdezek, mint hogy felvesse, hogy na, mi van, Balázs, szígyuk a taxisok, aztán mégiscsak taxival megyünk, nem Uberre? Sebesével? Igen, akkor én nem viszlek ezeket, soha menjetek gyalog. Elmondta az ő érveit, elmondtam az én érveimet, ütköztünk, hárítottunk, védekeztünk, visszatámadtunk, tehát minden volt, míg hazaértünk. Már azért nekem picit akadt a nyelvem, de ez szellemileg hozzátesz, csak gyorsaságban már egy kicsit. Hogy tetszett mondani? Igen. Végig csak én ilyen megbökött, hogy ne csinálj. De nem volt semmi veszély, csak megvitattuk, hogy miért jó, miért nem, és nem lehet ellenállni a technikai fejlődésnek. Ő elmondta, hogy szerintem miért nem jó ez. És a végén azt mondta, hogy Sebestyén úr, engedje meg, hogy meghívjam erre a fuvarra. Én még egy ideig alibiből úgy csináltam, mint a kerestem volna pénztárcámat, természetesen. Na, ne csinálj, nem fogadhatom el. Adtam is vissza, miként. Hol lehet, hol lehet. Úgyhogy nagyon-nagyon normális volt, és mondtam, hogy higgyel, hogy ezt
hétfő reggel hallani fogja. Mert a korrektség kedvéért ezt is mondjuk el. Igen, hogy mondjuk azt mi mindig vannak ilyenek is. Vannak gyerekek, normális taxisok, csak nyilván a kialakult helyzet nem olyan. De sikerült meggyőznie? Vagy legalább egy kicsit beljebb, vagy a sztorinak? Vagy maradtál az állásponton? Nem emlékszem annyira már, hogy miket mondott, az a baj. Hogy mostanában már tudok úgy berúgni egy ideje, egy pár éve, hogy azért viszonylag sok mindenki esik. És úgy akkor ott nagyon élt a vita, de másnap reggel már a Vikinek kellett elmondani, hogy nagyjából hogy mi történt a taxiban, és hogy értünk haza, és meghívtak egy fuvara. Úgyhogy nem teljesen el tudnám visszamondani az érveit. De akkor tetszetősek voltak, szóval akkor meggyőző volt. Igen. Meggyőzött engem. Az az igazság, hogy akkor egy picit én is taxis vagyok. Az én taxisom is egyébként halálosabb kultúrát és intelligens, hogy én el is mondtam, hogy 10-ből 9-szer nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, egyszer-egyszer azért becsúsznak ilyen fura dolgok, mint például határút népliget 2000 forint, tehát hogy meg ugye vidéken is most volt egy ilyen, de hát ugye ők nem kapcsolódnak annyira a témához. Minden esetre nálam is minden rendben volt az égvilágon, tehát hogy egy rossz nem lehet. Igen, persze nincs velük baj. Na jó, van, más nem nagyon történt, hétvégén nyugi volt, nem? Sporteseményileg ebben abban semmi nem volt. Hát az úszó EB, hát gyönyörű, az egy csodálatos dolog. Azt mondta az Ákos is, hallottam, igen. Így van, és hogyha még a legsikeresebb úszó nőnek, mondjuk a úszó szövetség elnöke adná át az érmet, ahogy az egyébként lenni szokott, meg illene, akkor már az... Jó, hát ő most durci van. Most akkor meg vagyok, akkor egy kicsit már durci, oda durci, vissza, most van minden. Most durci. Durciságban nem adják át. Gyárfásék be vannak rá rágva. Igen. Ugye a hosszú katinkáról van szó. Na jó, már megmutatjuk akkor, mi történt velünk tegnap, jó? Vagy illetve pénteken egy röpke kicsit ismétlés erejéig, Mr. Ping volt a vendégünk. Zseniális volt, imádják egyébként a Facebook oldalon, fönn van egy olyan közös fotónk. Szeretik? Nagyon-nagyon szeretik. Hallgatok az Instagramon is, fönn van, azt is nézzétek meg, ha még nem láttátok. Lájkoljátok is. Ping úr tett róla az öltözékével, hogy szeressék. Igen. Ping úr nagyon jó volt. Hihetetlen jó fej volt, tehát hogy gyakorlatilag minden ilyen negatív sztereotípiára rácáfolt. Jó fej volt, tök jó beszélt, tök jó vette a lapot, hát nagyon-nagyon jó volt, gondolkodtunk is rajta, hogyha máskor lesz hasonló témák, amihez ő kapcsolódott, akkor megint behívjuk. Nagyon-nagyon jó arc volt. Igen. Mind a hárman egyébként jó arc volt. Állandó kínaszakértő. Állandó kínaszakértőnek. Igen, és autentikus kínaszakértő. Igen, mert az ügyvédulat is megpuhítottuk egy igen. Végén, igen, igen, sikerült átállítani az erő jó oldalán. Na, megmutatjuk, aztán jövünk vissza még, jó? Jönnek a pénteki nap legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Nyugtával dicsérd a napot, az nagyon szép volt. Szép volt a végén. 3 perc van pontosan 6:30. Mi van ezzel a hidegfronttal most holnap? Ilyen, nem, már ma este, állítólag a Duna vonaláig ma bekúszik. Igen. Esővel egyetemben, és akkor holnap lesz egy ilyen 21 fok esővel. Aztán tovább is megy. Aztán tovább megy, és akkor a hét hátra lévő része az megint napos, de a hétvége esős lesz. Hát most legalábbis még ezt. Nem. Nekem, én tegnap este néztem direkt, hogy mi már van. 30 fokot mondanak hétvége. Ezt már tegnap is olvastam, hogy elmegy állítólag szerdán. Mondtuk, ez agresszív felmelegedés, hétvégére pedig 30. Azt mondják. Hétvégére 30, azért az jó. Azt mondják, igen, ez a kedszerda, ez egy picit zűrösebb lesz. De hát aztán majd meglátjuk. Meglátjuk, mi lesz persze. A lényeg, hogy legyen mindegy. Legyen jó idő, jól van. Majd mondja az Ákos. Na, drága hallgatók. A Veszprémi kézis fiúk 24-szer is magyar bajnok. Hajrá, gratulálunk. Gratulálunk nekik, ez itt nagyon szép. Szép dolog volt. A Petőfi Budai hídfénynél Buda felé a belső sávban 2 autó koccant, torlódás, még nincs rendőrök a helyszínen. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na, hát akkor megmutatjuk, hogy mit hozott nekünk Ákos. Jó? Jönnek a legfrissebb hírek. Aki pedig játszana velünk, az tudja, mi a dolga. SMS-ben kell, hogy jelentkezze játék. A múlt héten is volt, azt bemuktuk, ugye? Igen, elmentük a múlt hetet, igen. Úgyhogy verhetőek vagyunk, abszolút verhetőek igen, vagyunk. Igen. Jó, azért 15-5 az év. Tehát, hogy... Persze, nem elmentem, de megtaláltak, a múlt héten megtaláltak a részt a pajzsom. Meg. Ami azért azt jelenti tényleg, hogy ki tudunk. Ez az égvilágon nem jelent semmi természetesen, ezt a hetet is be fogjuk húzni, de ettől független a tényszerűség kedvéért. Úgy érzed, behúzzuk? Persze. Na meglátjuk. Jó, cáfoljatok rá. 1 perc, pontosan 6:30, jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 49 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Javulok. Ja, azt alakul. Ugye, igen, hogy így lehet, hogy 9-re már egészen használható lesz a hangom, meg az orgánumom, meg minden. Pozitív hozzáállás, jó közeg.
kedves emberek, akik körülvesznek. Igen, aha. És ez hol van? Igen, ja, majd a hétvégén, amikor otthon lesz. Igen. Igen, és ezt mind érzitek? Ezt kéne éreznem? Debrecenben azt mondja, hogy Vámospécsi úton van egy trafink, köszi Petőfi Budai hídfő baleset, egy sávjárató tizedes küldte nekünk Petőfi hídon, így van a belső sávban, egészen pontosan két autó koccan, torlódás még nincs, rendőrök a helyszínen már, úgyhogy ott is torlódásra kell számítani. Na, mi pedig megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, hello, sziasztok! Hello, azt mondja, hogy Jani, hello Jani! Így van, hello! Jani, ja. Honnan hívtál minket, Jani? Sopronból. Sopronból. És mi van veled? Mesélj egy kicsit. Hát minden oké, épp melózok. Határon innen vagy túl? A határon innen vagy túl, ugye Sopronban? Innen. Te maradtál. Itt maradtál. Én maradtam. Vagy csak átnyúlik az osztrák szőlő hozzá. Igen. Mit dolgozol, Jani? Hát most épp semmit, örülök és veletek beszélek. Azt a mindenit. És úgy egyébként? Beteg babalás, ne csináld ezt. Lehúzd ki a nyufát. Érted, épp javul. Igen. Egyébként én zöld munkák, így minden. Aha, jó van, nem fogadlak tovább. Egyelőre sokat nem tudtunk belőled kiszedni. Jani-ban játszanál, jól tudom, ugye? Így van. Jól van, 3-2-1, tessék. Jani! Azt mondod, hogy jelenleg máshol foglalatoskodsz. Egyébként hol szoktál dolgozni? Egyébként milyen zöld munkát? Bocsánat. Ezt szoktam csinálni, hát minden. Szőlőbe? Így van. Szőlőbe. Készültem hol tartok most? Ja, parancsolj. Nem tudom. Aha, hát akkor ott is van a vége. Nem tudom, hogy szó. Hát ebben mi nem megyünk bele, tehát ez a nem tudom. De múltkor épp mondtál. De felőle folytatódhat. Menjen tovább. Fogod-e majd nézni az Európa bajnokságot, mert ugye most magyar érdekeltségű is a dolog. Fogom. Mindenképpen nézem. Szurkolsz keményen, vagy... Ha nem tudom, nem egy szó. És szerintem se egy szó, nem tudom. Én azért vagyok ennyire nagyon csöndben, mert az, hogy nem én... tudom, az nem... Tehát ez... Az nem egy szó. Nem, nem baj, folytassuk. Nem, messző tudom. Igen, ott nem. Oké. Nem, ezt nem folytatjuk. Ezt nem tudjuk sajnos. Tehát az, hogy nem tudom, ezt semmilyen utomoda nem tudjuk elfogadni. Janikám, köszi a játékot. Én köszönöm, nagyon szerettem volna. Szia. Köszi, ciao. Szia, szép napot. Hello. Tehát ki mondja a tiltott szót, majd még reklamál rá, de rosszul reklamál, hát ez így nagyon jó. Szerény, alázatos vagyok, mindenkivel addig játszom, addig csak minden első hallgatott élet. Fenyal lett. De hát ezt nem tudjuk megadni, szóval ez megadhatatlan. Nem? Hát ez tudom. Nem? Tudom. Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű. Jó, akkor viszont 1-0, hát ennyi. Szép volt, Jani, ügyes. Köszönjük szépen. Most kifejezetten visszafogottan toltam. Péter, mondtam, hogy leengerlő voltam, hogy itt kicsit sok volt, most meg kicsit kevés volt. Most hagytad, hogy belesétáljon a saját. Gyereke. A saját csapdája. Én voltam a lépes méz, amire a Maci jött. De megérkezett a Maci, igen. Szentendrén Budapest felé nagyon lassú a forgalom, ezt pedig Luisa küldte nekünk. Debrecenben a Vámospécsi úton van trafink, és Balázs, láttad a Banshee záró részét, kár, hogy már nem lesz ebből többet. Még nem nézem az utolsó évadot, nem kezdtem el, de ami késik, nem múlik. Állítok, nem olyan rossz, mint amennyire vártuk, hogy rossz legyen, úgyhogy letöltjük és megnézzük. Meg kell majd. Egy jó dara lesz belőle valószínűleg. Egy jó dara? Igen, ledarálni az összes jó részt dara. Egyszerre. Ja, értem, hogy ledarálni az összes részt. Sorozat függőknél ez elő szokott fordulni, hogy ugye összegyűjtik az összes részt, az egész évadot, aztán nekijönnek, és akkor egybe az egészet ledarálják. És ez a dara. És ez a egy dara. Jó dara. Egy jó dara. Meglátjuk. Jókat hallok róla, csak még nem volt időm belenézni. Na, jövünk majd vissza, felhívjuk a hírek után Schuller Attilát, aki ugye alezredes a NAV-nál, hogy meséljen nekünk egyrészt arról... Tessék, még nem mindig. Már egyébként, lépked előre. Meséljen nekünk arról az Uberes gépkocsi vezetőről, aki a fuvar végén rájött, hogy navosokat szállít, blokkolta az ajtókat, majd elrabolta őket. Óriási. Mert hogy nem merte kitenni őket, ezért elindult egy kis autóztatás. Attól félt, hogy leszedik a rendszámát, odahívják a rendőröket, mikor az ellenőrök megkérdezték, hogy hova viszik őket, ő azt mondta, jó helyre.
És, és fogjul ejtette őket, annyira megrémült. Illetve Attilától megkérdezzük, hogy hasonló esetek vannak-e már. Milyen reakció van, amikor az ellenőrök fölfedik magukat, és hát rájön a delikvens, hogy ez egy adóellenőrzés. Ez elég kellemetlen szituáció lehet. Ez most nem tesz jó az ellenőrök. Olcsón megúzták, még lehetett volna egy év is érteni. Igen, összejönnek, csak mondjuk technikailag, mondjuk mit tudom, egy ilyen londoni taxiban meg tudod tenni, mert ott van egy ilyen elválasztó plexilemez. De hát itt azért mégiscsak egy térbe vagy, tehát hogy azért megnéztem valakit adóellenőr fejét azért. Most senki sehova. Hogy tetszik mondani? és elindultok a Clark Ádám téren körbe-körbe. Tehát azért az elég érdekes. Nyitok az ajtót, és nem tudod. Nem a Clark Ádámon körbe. még egy kör. Igen, azért ez elképesztő lehetett. Na, szóval, hogy ezzel folytatjuk, Schuller Attilát hívjuk majd, jó? Ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek nekünk SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos hírejük. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM a rádió. Morning show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Aton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát szépen komótosan indulgat a hétfő, és hát ki betegen ki jobban, de álljuk a sarat, itt vagyunk, úgyhogy nem hagyunk senkit magára. Veled vagyunk. Mindenki. Együtt érzünk. Mindenki egy. Együtt érzünk. Nézd meg, ilyen hosszan senki nem cse. Fütyülj már egy kicsit. Mi? Mit? A Hancunájt fütyülöm éppen. Kávét. Hancunájt. Jaj. Na, azt mondja, hogy... Pest felé a 185-ös kilométeren van egy trafing. Köszönjük szépen, Tibi küldte. Kerepesen a főúton autó az árokban, de csak 3 rendőrautó miatt áll egy kicsit a forgalom. Ezt Anita küldte nekünk. Azt mondja, hogy lépésbe halad az M3-as bevezető Pest felé. Ez csak a szokásos. Béke küldte nekünk. Nem tudom, hogy van-e oka egyébként. Nem látom. A Kerepesen a főúton az autó az árokban van, ez már egészen biztos, de ez ugye nem az M3-as. M1-es Hegyeshalom 4 km a sor kifelé. Nem, nincs oka az M3-asnak. Ja, itt van. De ez csak egy trafi. Mohos pihenőnél Pest felé mérnek a rendéberőre. Ti is kicsit visszhangosak vagytok? Igen, most. Ugye? Aha. Hogy valamit megtekertél. Aha. A visszhang gombot. A visszhang gombot? Aha. Igen. Aha. Nem tudom, hogy ez miért van. Aha. Van egy külön. Aha. Most? Ugye, hogy visszhangos? Most. Már csak a fejemben? Nem, már nem. Aha, lehet, aha, hogy ott lehet. Igen. Na, történik nagy dolgok. A szörnyű űrben. A fejemben. Szörnyű űrben. Pénteken még fölhívtam egy kazánszerelőt, képzétek el, aki SMS-ben jelentkezett. És van meleg vízünk? Örülsz? Hát, örülünk, Vincent. Örülünk. Meleg vízünk volt, fűtés nem volt. Mert mondták, hogy vagy ez egyik, vagy a másik. Vagy az egyik, vagy a másik. Jó hírünk, meg tudjuk csinálni a kazánt, lesz meleg víz. De van egy rossz, nem lesz fűtés. Soha többé. Vagy a fűtés már annyira nem kell. Annyira már nem kell a fűtés. És meg tudod csinálni? Nem, kazáncsere lesz, úgy néz ki. Romokban van a kazán. De régen, gyerekek, hogy van az, hogy egy kazán 30-40 évig húzta? Hát. Ma már ezek a kazánok, hát 10 év után le kell cserélni. Hát, van benne egy ilyen alkatrészállítólag. Csupi, van ilyen. Az egyik kedves hallgatón küldött egy levelet, akinek pontosan ugyanolyan típusú kazánja van, mint neked, és levezette, hogy ők milyen tortúra, milyen kálvárián mentek keresztül ezzel kapcsolatban. Hát én a feléig olvastam, aztán elvesztettem a fonalat. Tehát, hogy így mivel függ össze, milyen relével kapcsolóval, stb. Na de érted, aki ezt szereli, annak ezt tudni kell, hogyha így ide teszed a relé kapcsolót, vagy nem tudom mit, akkor nem fog működni, érted? Hát olyan nincsen, hogy tényleg, mint 5 éves kazánokat dobálsz ki. Az egy több százezer. Hát ez egy 10 éves kazán. Akkor 10, az se, anyám ne 30 éve megy a izé. Ugye, hogy régen valahogy ezek így jobban. Jobban bírták. Ugye nekünk is jó kis vegyes tüzelésű kazánunk volt mindig egy kis széngáz, de látom, szért. Jó, igen. Most mit? Érted, testedzésnek értem. Most elmész, ezt fizetsz mindenféle ilyen barbár tréningekért, hogy a fát vágsz meg ilyenek, megütöd egy ízével, egy kalapáccsal a gumiabroncsot, akkor meg az volt, hogy fel kellett apja, meghozták a tűzifát, azt apám mondta, hogy akkor irány le a pinyó. Gyerünk barbár tréningre. Lehet barbár tréninget tolni. Akkor még nem így hívták, favágásnak hívták. Igen. Egy évben egyszer kijön a szerelő, így átfújja valamivel, azt mondja, hogy Marika, mehet tovább. Aztán csókolom. És kész. Csókolom. Jelzed neki, hogy nem Marika, vagy nem Ferenc, de hogy... Hát nem, anyámhoz jár, nekünk nincs kazánunk. De valami, nekem is úgy rémlett, hogy igen, azért ezek valahogy szívósabbak voltak. Nos, már valamilyen nem.
Nem bírják. Hát, hogy fogyjon. Még képzeld el, hogyha 20 évente vennél egy új kazánt. Most ez tényleg nem lenne, akkor tönkre mennének? Hát ez nem lenne biznisz. Akkor tönkre mennének anyagilag? Szerintem igen. Igen? Szerintem. Szerintem ez bőven benne van. Bőven benne van, hogy cserélgetni kell én rajta ezt azt. Beletesznek egy olyan alkatrészt, ami mondjuk nem olyan erős anyagból van, és akkor feladja dolgoznak. Ez ugyanaz, mint a villanykörte, hogy már direkt kiég. Még biztos vagyok benne. A villanykörte összeesküvés. Benne, hogy ugyanez. Biztos. A villanykörte összeesküvés. Emlékeztek? Arról is beszéltünk egyszer, hogy már direkt hamarabb égnek ki az égő. Régen nem értez meg. Mert hosszú ideig. Beszéltünk mi a mindenről, csak 2011 szilveszteréről nem. Még egyébként nem, arról is beszéltünk. Még arról is beszéltünk. Egyszer eszem biztos, hogy lesz. Igen. Balázs, a hangot karcolja a dobhártyám, de még téged így is jó hallgatni. Köszönjük szépen. Jaj, de kis aranyos helyes vagy. Mézes pálinkát kell inni. Igen, ez lehet, hogy segít. Mézes pálinka? Aha, csak vezess haza utána. Most itt elkezdett fogyasztgatni. Szerintem az asztalomon van. Szokathatnánk egyszer tényleg. Nem csinálunk egy ilyet. Az majd nem tehetjük meg. Miért? Mit? Ja? Biztos van valami erre vonatkozó passzos. Nem, hogy adásban nem szívhatunk be. Nem, és ha úgy jövünk be? Na miért? Hát most azt mondjuk, mert fikció az egész. Fikció. De nem is komoly. Fikció. Hogy bizonyítja, odaért. Hogy bizonyítja be a zene már, hogy valójában itt. Így van. Hogy miért, egy műsorszám, hogy mi iszunk, és elhitetjük a hallgatónkkal, hogy berúgtunk. Uh-huh. Miért ne játszhatnánk ezt el hitelesen? Hogy mi valójában ittunk. Aha. Vagy az ivást nem lehet megemlíteni, mint ivást. Tehát én most esem... És azt mondom, Balázs, dob már el, akkor én most rágyújtottam. De most miért jöttettél rá itt? Tényleg dob már. Légy szíves, megfulladunk. Tehát akkor most mi van? Hát vagy nem is kell róla egyáltalán beszélni. Csak reggel szépen így indítjuk a napot. Aztán vagy feltűnik, fel fog tűnni. Itt van ilyen egyébként, hogy, mert soha nem szondáztattak meg itt minket. Tehát hol? Nem a rádió hát, igen, igen, hogy bejött volna, hát mit tudom én. Hát biztos van egy programigazgató, és azt mondja, hogy maguk itt a tűzrendész is van. Igen, a programigazgatónál van egy szonda berakva valamelyik fiókjába. Nem, jön ő be 11 előtt, nem? Üres minden fiókja. Az de hát. Tök üres az irodája, én láttam. Nálunk kinél kellene lenni a szondára? Senkinek, hát nem, mert vezethetsz nyugodtan, hát nem előírás az, hogy te neked te úgy kell, hogy beüljél, hát hogy én megszondáztatnak, hát miért? Ez nem emmegy. Annyi van, ugye szerződések mindig azt szokták írni az ilyen munkaköri leírásba, hogy a munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelenjen. Na most az... Hát, azt mondja már meg az, hogy egy feles bedobtál reggel. Felesnél is beszélünk néha hülyeségeket, tehát hogy tökéletes. Nem, igen. Na, megvizsgáljuk ezt az Uber-es sofőrt, aki fogjul ejtette az adó ellenőröket. Hát ez ugye hétvégén történt, és állítólag pánikba esett a sofőr. Pánikba esett, ami drága Uber-es ki sofőrünk, mert azt hitte, hogy le akarják venni az autórendszámát, és... Hát ő fogjul ejtette az adóellenőröket, amikor ők felvették magukat, blokkolta az ajtót a fuvar végéig, sőt, mi több, elindult, mikor a navosok felvették magukat, és el akarta szállítani őket. Azt egyébként nem derült ki, hogy hova, csak annyit mondogatott, hogy jó helyre, jó helyre. Jó helyre viszlek a totális pánik jelei. Hát képzeld, de ott tűz hátul, és azt mondja neked egy csávó, aki vezeti az autódat, hogy egy jó helyre viszem magukat. Azért hát és valószínűleg nem ezzel a kellemes baritonnal mondta, hanem kicsit pánikban. Senki sehova. Útközben ő felhívta a többi Uberest, és rádió leadta kollégáinak a két revizor személy leírását. Fél órába telt, mire a sofőr megnyugodott, és elengedte a NAV munkatársait, akik addigra már a hátsó ülésen telefonon kértek segítséget, hogy rabul ejtette őket egy Uberest. Nagyon jó. Az egész történet egyébként nagyon bizarr. Ezt a rádiós cuccot majd magyarázza el már nekem valaki. Az Ubereseknek is van a rádiója, mint a Szerintem nincsen. Szerintem nincs, de lehet, hogy már van, tehát modernizálódott a dolog, ez, hogy rádión szólt a többieknek, lehet, hogy az applikáción keresztül. Lehet, az applikáción keresztül üzent, igen. Többieknek. De várj, ez hogy van? Tehát a végén, amikor ők értékelik a szolgáltatást, ugye, akkor fedik föl magunkat, hogy mi most navosok voltunk. Valószínűleg. Még értékelni se kell, mert az később is megteheted. Azt később veszed meg. Aha. Ugye gyakorlatilag az Uber fuvarnak úgy van vége, hogy azt mondja, a sofőr, megérkeztünk, köszönöm szépen a fuvar. Te is azt mondod, köszönöm, nagyszerűt, viszlát, semmit nem kell se megnyomnod ott se a te készülékeden, se az ő készülékén. Nyilván ők is megérkeztek, és szálltak
akartak volna ki, de akkor már... És akkor ejtett őket, akkor ejtett őket fogja. Hát vagy az elején, mert navos pólóba voltak. Hát nem hinném, hogy igen. Gyanúsak vagytok. De most hova, vagy hova vitte őket? Tehát mire gondolt? A biztonságos mi lehetett az, hogy jó helyre? Jó helyre. Hova indult el? Egy bányató. Ne, egy betonozó üzem. egy roncstelep, ahol bezúzták. Igen, az a durva, mert hogy így egyébként még fogságba is ejtette őket, tehát ez súlyosbító. Súlyosbító körülmény, hogy a személyes szabadságukban korlátozta őket, hivatalos személy ellen, mit tudom, hivatalos személy elleni erőszak is lehet akár. Ugyebár hát nem bántott őket, de nem engedte kiszállni a két adóellenőrt az autóból. Igen, de hogy mennyire pánikba esett, az tényleg mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ezt, tehát hogy ő most sokkal nagyobbat kockáztatott ezzel az egésszel, mint hogyha csak egyszerűen, mit tudom én, egy eljárást indítanak ellene, mert hogy megszegte azokat a szabályokat. Ő azért ijedt meg, hogy azt gondolt, hogy a navosok hívnak majd rendőrt. Uh-huh. És a rendőr már leveheti ugye a rendszámot. A rendőrök hívnak a katonák. A katonák hívnak a miniszterelnök. Nem, hogy ugye a rendőr leszedheti a rendszámot, és akkor az ő megélhetése ezzel veszélybe kerül, hogyha leveheti. De hát... Nyilván az ott pillanatnyi ilyen kis elmezavar, pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, tisztelt bíróság. Igen. Nyilván ezt fogod mondani, hogy azért léptél le, hogy nehogy rendőr tudjanak hívni, illetve hát ők lehet, hogy hívtak rendőr, de elviszed őket egy másik helyre, és akkor oda meg nem ér ki a rendőrség. Gondolom én, hogy ez lehetett az oka, hogy... Ne, de a rendszámod akkor is megvan. Hát persze, meg valamikor ki fognak szállni, tehát nem élhet le két napos egy életet egy kocsi. Hát elviszed őket, beállsz a garázsodba, ott hagyod őket a bezárt garázsba. Igen. Majd hozok enni este. Hát nem. Fejlő Schuller Attilát, hogy meséljen nekünk egy kicsit. Meséljen nekünk egy kicsit. Az alezredes úr gyerekek, alezredes sajtófőnök, főosztályvezető. De most lefokoztuk egy óra alatt, ez még ezredes volt. Igen? Nem, al volt. Visszaadta, igen. Itt van Schuller Attila, alezredes. Hello Attila, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánunk, hello. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Még mindig alezredes vagy, jól mondom? Igen, még mindig alezredes vagyok. Nem, semmi előléptetés, semmi? Hát a vezetőim úgy döntöttek, hogy még nem, úgyhogy... Komolyan mondom? Ez... De mi beszéljünk velük? Ahogy szóljunk. gondoljátok. Szerint... Örülnék, ha te ezredes lennél. Igen. És mi van, csillagirigyek? Szerintem is megérdemlen. Ne csinálják már, hát már rég ezredesnek kellene. Ez egy olyan világ, ahol Schuller Attila legyen ezredes. Így van. Nem? Így van. Teljes mert. Hogy így gondolják. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol Schuller Attila ezredes. Mindenféle bolc, mászkál össze-vissza mindenféle csillagokkal érte, de Schullernek legyen három aranycsillag. Így van. Meg az alezredest azt ugye alesezik, az olyan... Igen. Az ezredesnek már nem mondod, hogy ez... Azért az alezredes is egy nagyon magas rendfokozat nálunk. Nem mondtuk, hogy nem. Tudjuk. Mert ha a legnagyobb tisztelettel a hangunkban mondjuk, hogy alezredes. De mi nagyon szeretnénk, ha ezredes lenni. Kiderült, hogy hova vitte volna őket a sofőr, azt tudjuk? Nem derült ki igazából, hogy hova vitte volna őket. A sofőr az bepánikolt, és azt gondolt, hogy ez a pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, ahogy mondtátok, hogy az a legjobb megoldás, hogyha elviszi az ellenőröket, csak közben az ellenőrök győzködték, hogy azért nem kellene, hogy elvigye őket másfele. Ő csak annyit mondott, mikor kérdezték, hogy jó helyre viszi őket, de hát a kollégáimat ez abszolút nem nyugtatta meg, ugyanis még élénken él az emlékeinkben az a tavaly februári eset, amikor két kollégámat megkéselte egy ellenőrzött, és sajnos az egyik meg is halt. Tehát azért ez benne van mindenkinek még a fejébe is, és azért elég kellemetlenül érezték magukat is, az ellenőrök is, és a sofőr is, hiszen ha csak simán megtörtént volna az ellenőrzés, akkor kapott volna maximum egy pénzbüntetés, de ezzel így, ahogy Feri is mondta, sokkal többet, vagy Balázs mondta, sokkal többet kockáztatott ez, hogy elhajtott, hiszen a NAV feljelentést tett ellene, és minden esetben feljelentést teszünk azok ellen, akik veszélyeztetik a munkatársainknak. Hogy győzték meg, hogy végül álljon meg? Fél órán keresztül győzködték. És addig autóztak a városban? Igen, addig autóztak a városban. És nagyon beteg. A sofőr az megállt. Jobbra a Citadella. Balra, nem... hoppana. Igen, vagy itt az európai lokációban. Igen, körbe. Igen, de azért ez nem normális, hogyha belegondolunk. Tehát ha most bemegyünk egy pékségbe, és ott nem kapunk nyugtát, akkor a pékbe zár minket a raktárba, vagy a hentes a hűtőkamrába, vagy ha bemegyünk hozzátok a rádióba, akkor bezártok a stúdióba. Nem, ha innen aztán se van. Bizony. Csak bejöttek itt, aztán még hallgathatjátok reggeltől estig a hangot. És akkor a két ellenőr hátul ült? Tehát ők hátultak, vagy az egyik beült az anyósülésre? Azt nem tudom pontosan, hogy hol ültek. Az ellenőrzés szempontjából ez lényegtelen. Arra törekszünk az ellenőrzések, hogy életszerű legyen maga a szituáció. Tehát ha ők egy párnak adták ki magukat, akkor beültek hátra. Tehát mindig törekszünk arra, hogy ne derüljön ki, hogy ők éppen ellenőrök.
Uh-huh. És akkor két kollega próbálta meg őt valamilyen irányba így befolyásolni, de engedjen már, nem engedek. De engedjen már, és ha meg nem nyitom ki. De igen, most hol vagyunk, nem mondom meg. Ott kezdődött az egész, hogy mondták neki, hogy zárja le a fuvat, hogy tudják értékelni, ugyanis az Ubernél ez az egyik kritérium, hogy értékelni kell a fuvart, és erre nem volt hajlandó, és ekkor mondták, hogy ők NAV ellenőrök, és ekkor zárta le az ajtót, miután a kollégáim azt mondták, hogy addig nem szállnak ki, amíg a jegyzőkönyvet föl nem veszik, hiszen neki kötelességük erről a jegyzőkönyvet készíteni. Hogy merre mentek, azt tudjuk, hogy mit láttak közben, vagy hogy volt-e valami útvonal? Azt nem tudom, nem a 13. tudom. Kerületbe ért véget az utazás valahol, de addigra a kollégáim már értesítették a főnökeiket, tehát már tudtunk róla, hogy ott valami probléma van. Ilyenkor ők hívhatnak rendőrt, vagy a főnökségnek kell? Ők is hívhatnak természetesen rendőrt, illetve kapnak olyan kiképzést a kollégáim, illetve most is vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogy lehetne ezeket még biztonságosabbá tenni, hogy pszichológiai ismeretekre is oktatjuk a kollégáinkat, tehát hogy kvázi meggyőzéssel vegyék rá az ügyfelet arra, hogy közreműködő legyen, de a pénzügyöröknél például van intézkedéstaktikai képzés is, tehát ott már az kicsit szigorúbb, hogyha valahol a pénzügyörök mennek, mert ott akkor a bilincselést is szóba jöhet, illetve más kényszerítő eszköz alkalmazása is, de ebben az esetben erről nem volt szó. Lassan ott tartunk, hogy fel kell szerelni mindenkit egy gásprével. Igen. Adtok nekik egy 5001-es gásprét, és aztán elindulnak. Az nem jó, mert támadásra is alkalmas, tehát ő inkább gázálarccal. És így törődik, ha bezártak volna az ajtót, és egyszer a két napos kollega felveszi a gázálarccal. Én nem gondolom, hogy ezt kellene elmennünk, hiszen évente több százezer ellenőrzést tartunk, és szerencsére nagyon ritka az ilyen, mint ez az eset is. Hát én persze, hál' Isten, meg hát nem történt komoly baj, tehát azért ez elsülhetett volna sokkal rosszabbul is egyébként. Milyen hasonló esetek vannak még? Tudsz még mondani egy-kettőt, amikor is hát nem hitték el, hogy ellenőr vagy furán reagáltak az illetőre? Igen, az előfordul gyakran, amikor távol-keleti árukat forgalmazó piacon megjelennek a NAV munkatársai, hogy hirtelen bezárják az üzletet és elmenekülnek, vagy pedig azt mondják, hogy ő csak egy vásárló, aki éppen arra járt. Tehát ez előfordul, de volt olyan vicces szituáció is, és erről beszéltünk is nálatok már, amikor csipendéleseket ellenőriztek a kollégák, és egy vidéki városban pillanatokon belül elterjedt, hogy ott most épp azt a szektort vizsgálják a NAV munkatársai, és amikor kiment a következő ügyfél megérkezett, akkor mondta, hogy hát sajnos nem tudja elkezdeni az előadását, mert a számlatömbjét otthon felejtette. Ügyes! Igen, akkor ő már reagált egyébként erre. Hát igen, azért nekik se könnyű egyébként, szóval persze senki nem áll a fejük mellett, hogy adóellenőrök legyenek, de azért egyre ravaszabbnak kell lenni, egyre keményebb hivatás ez. Igen, és azt lássuk be, hogy ez is egy szakma, tehát ezt is meg kell csinálni valakinek ezt a munkát. Nem egy hálás szakma, ugyan? Nem egy hálás szakma, így van, de hát ők ezt vállalták, és ugye azt is tudjuk, hogy a tisztességes gazdálkodóknak is az az érdeke, hogy azokat kiszűrjük, akik éppen nem a fehér gazdaságban tevékenykednek. A ma reggeli sorsolás megvolt már, hogy kimegy plasztikai sebészetre és ki urológushoz? Igen, és kimegy kolohidroterápiára. És... Nem volt még ilyen sorsolás. Kockázatelemzéssel választjuk ki azokat a alanyokat, akikhez ellenőrizni megyünk, illetve az online pénztárgép kapcsán most már nagyon könnyű helyzetben vagyunk, úgymond, hiszen be se kell menni egy üzletbe ellenőrizni, hiszen egy táblagépről az üzlet előtt lehet látni, hogy most kijön 50 vásárló, és közben csak 3 nyugtát ütöttek be a pénztárgépbe. Ügyes. Hát volt még egy érdekes sztori, azt elmondhatom, ha gondoljátok, egy januári napon egy fagylaltozóba, amikor forgalomszámlálást végeztek a kollégáim, nagyobb forgalom volt, mint egy forró július napon, amikor sorok állt a fagylaltósorban. De ez miért? Ez nem értem, hogy? Az online pénztárgép adatai alapján sokkal többet ütötte a pénztárgépet januárban a fagylaltos, mint júliusban, amikor nem voltak ott. Nem volt ideje bejutni. Igen, hát ez rossz kifogás sajnos. Igen. Vagy nagyon akartak adózni. Igen, januárban eladtak 23 gombócot. Hát esős volt a július, ott csak 6 gombóc ment el havonta. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Jó munkát neked. Köszönöm. Ciao. Köszönjük szépen. Elezredes úr. Alas. Még. Most még egyébként. Azért nem egyszerű meló esse, nem? Nem. És tényleg meg kell csinálni, ebben igaza van. De hát azért...
ott előadni, hogy te a naftól vagy, hát azonnal gyűlölnek. Akár te ott nem lehetsz jó fej. Nem tudsz, sőt, nem tudsz. Igen, még akkor sem, minden rendben van. Mert ha minden rendben van, akkor is van benned egy naft. Na igen. Hát és ugye amikor fogorvoshoz mész, amikor tényleg nem tudom hova mész, szűrni mész, meg ultrahangos vizsgálatra, ja. Szóval azért az kell, de kell egyfajta idegrendszer ez a melóhoz. Uh-huh. Erre szerintem nem mindenki alkalmas, nem? Hát és mindig benne van a pakliban, hogy valami ilyen végkimenetel lesz a dolognak. Egy ilyen kellemetlenebb. Kérdezitek, hogy volt rádiója egyébként, igen. Hogy nem uh-huh. Egy taxis volt, aki uberezett, és nem, van egy uberes online rádió, azt írja egy hallgató, ennek Zello a neve, és ez egy applikáció, ami egyébként még többet is tud, adást indíthat, prüttyög is, csoportos és privát beszélgetésre is alkalmas, visszahallgatható, hogy más csatornán vagy-e, és egy CB rádió jellegű kommunikációvá tesz lehetővé a program. Tehát ez azt jelenti, hogy én letöltöm, te letöltöd, uh-huh. Akkor a szolgáltatót megkerülve CB rádión keresztül mi tudunk beszélgetni? Zelózhattok. Mi zelózhatunk? Tehát én fölhívlak téged, és akkor mi CB rádiózunk, úgyhogy nem indítunk hívást? Hát elvileg igen. Csak kell hozzá az online kapcsolat. Hol vagy, Ari? Hol vagy? Réko, madárfészek egy. Ugyanott, mint 10 perccel ezelőtt, Lőrincen. Jó, át tudsz venni tőlem két navost. Már 3 óra elcipelem őket. Mennék más kóvarba. És azt írja, hogy hallgat, hogy a használat nagyon egyszerű, a kezelési felület magyar nyelvű, teljesen ingyenes, minden funkciója szabadon használható, ráadásul kéretlen reklámok sem zavarják a használatát. Aztra. Hát tök jó, töltsük már le egy ilyet. Online rádió. Hárman. És akkor tudunk zelózni. Legyen már egy ilyen zeló csatornán hármunknak. Jó, ne, menjünk el reggeli műsorvezetőnek a zeló. Tehát akkor ez tulajdonképpen egy CB rádió. Igen. Ugye? Tehát egy applikáció. Akkor kell internet kapcsolat kell hozzá. Internet kapcsolat, az kell, hogy internet kapcsolaton keresztül mész, igen. Hát ez nekem nagyon tetszik. Nem ilyen van a Gyulának? Nem ezzel szórakozott, hogy mindig egy nagy kör jelenik meg, és a kört, ha megnyomod, azaz. Hát az én ezt tudom, igen. A kört, ha megnyomod, akkor ő beszél. És teked meg jön, mint egy tényleg, mint ha mi vokitokiznál. Tulajdonképpen ez is egy irányú egyszerre? Nem, hát ez gyomod, akkor ő hallgatja. Ne, utána vége van. A CB az olyan, tudod, hogy amíg te beszélsz, addig más nem tud beleszólni. Valószínű, hogy akkor ő igen, végez, és utána nyomod. Ez is ugyanolyan? Igen. Aha. Leszedjük? Le, hát, megkérdezik a Gyulát, hogy megy ez, ő minden ezért egyébként. Hát, hogy leszeded, és megnyomod a gombot. Mindent összerakod, ez Ezermester magazin. Igen, forgatja a Praktiker magazin, nagyon sokszor is. Minden ezért. Köszönjük a hallgatónak, aki elküldte egyébként. Igen, ez a CB-nek egy walkie-talkie alkalmazása, az Zello, és ezt használják az Uberest. Azért ez kemény lehet, mikor két napos ül mögöttem. Elég mag fogva tartom. Ja, és ő leírta, személy leírást adott. De hova? Miért? Hát a többieknek, hogyha beül hozzájuk, ez a két ember, akkor rögtön felismerjék, hogy ők navosok. Ja. Ez egy piros kabátban. Rövid barna hajú. Oldalra fésült hajjon. Igen, ne haragudjon, milyen magas. 175 cm. Ha ők párt alakítanak, a navosok, és ott mondjuk a pasi csókolózni akar. Tehát most gondolod, de összeraknak téged egy szexi navossal. Ők beülnek a taxi, hogy kicsit most férj és feleség vagyunk. És ott a Pali azt mondja, hogy csókolj meg, cicám. Ha a nő nem csókolózik, akkor akkor levó láb. Én azonnal ezt tolom. Csókolj meg. Ne, szerepben kell maradnod, hát nem esett ki a szerepből, nem? Igen, így cuka a szerep miatt. Most gyorsan, figyelj, most kezdem mosolgatni valami jómat. Kiszúrt, jaj, most nem tudtál. Nyelveset, mert csakol minket. De és hát hogy van bajom, hogy téged egyébként csak egy utolsó gondolat, hogy aznap reggel összeadnak Katinkával, amiről már sokat beszéltünk, és igen. Elindultok aznap házaspárt alakítani? És igen. Szerelmesen szálltok be a taxiba? Vagy azt mondja, jön a taxis, kicsim, fog meg a kezem. Mostantól kezdve egy pár vagyunk. Igen. És délután pedig gyorsított eljárás a válás. Én biztos olyanokat csinálnék, hogy teljesen megpróbálnám a kolléginát összezavarni. És ilyen kérdéseket teszem. És Peti, óviban? Ki az a... Viszed ma judóra? Viszed ma judóra, Gábor? És ott mi kénytelen lenne, hogy persze viszem ma judóra. Igen. És megy ma a kiukosinkájra? A kis Katika? Mi volt a szülőin tegnap? Tudod, ha már bulizunk, legyen így. Hát oldja meg, hát kollégina oldja meg. Mit nem tudom, hogy ez gomba? Anyád megint felhívott. Anyád csúnya betegség elmúlt. Anyád megint felhívott, nem tudod, mit akar? Igen. Holnap átmegyünk anyádékhoz. Csak ezeket a nagyon-nagyon tipikus, nagyon sztereotíp, ilyen nagyon rossz kérdéseket tolnám végig. Miközben ő próbálna szerepben maradni, ugye? Jó volt a tegnap este, kicsim?
Na, anyádat megjöltek a megállóban részegem. Mi van? Ja, rohagy. Csak ilyeneket. Hát nem. Hát akkor már legalább legyen egy vicces ellenőrzés. Hát két megszepent ember ül a hátsó ülésen, hát arról én nem hiszem el, hogy beles vagyok. Ők taxiznak. Csak ilyeneket kéne tolni. Na jó, a 7:30 jelentkezzetek játékra. Jó, ha szeretnétek velünk játszani. Mit mondó rá, ez jön majd a hírek után. Úgyhogy Ákos elmondja a legfrissebbeket, aztán jövünk vissza mi is. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Halló? Várjál. Itt vagyok, itt van a két navos átcsőlés, ahol vigyem őket. Csukd be az ajtót. Az egyik szerintem a Schubler, de nem biztos. Ez még csak őrnagy. Schubler! Hogy néz ki? Vége. Várj, én megkérdezem, hogy ő-e az. Maga a Schubler. Hogy fog ennek örülni, te? Csapd le az órát, indulj el a Kádám téren, körbe-körbe, amíg oda nem érünk. Vége. Kus legyen jó, erre megyünk! Megpróbáltuk rekonstruálni a hétvégi eseményeket. Hova visz, uram? Hova visz? Nyissa ki az ajtót! Jó helyre, cica, majd megtudod, ha odaérünk. Nagyon jó, ez az Elló, nagyon jó. Gyerekek, komolyan mondom, hát mindent lehet. Ez Vokitoki alkalmazás. Nagyon jó, és marha jók ezek a hangom előtt. Leárazás a Tesco-ban. Szállítok ki a kocsiból? Oké, padlógáz. Irányom, tecsó. Meghívtunk véget? Megvagy? Jöttél? Megvagyok, csak nem... Várjál. Azt nem tudom, hogy lehet csoportot csinálni, és akkor minden barátod letölti ezt az alkalmazást, akkor utána tudtok cébézni. Zseniális. Még az jó, hogy éppen ül egy tárgyalás, és megszólal. Kicsit meg... Picit ezen kakilok tudtok. Zsúsz egy tárgyalás, és a hülye haverot becépéz egyébként. Azért ez egy szerencsés, mondjuk, igen. Na jó, hát megpróbáltuk a hétvége eseményeit rekonstruálni. Szóval ezen beszélnek akkor az uberesek. Okos. Ja, ott van a channelnél, aha, csinálsz. Csinálsz saját csapatot, tehát saját kört tudsz csinálni. Zseniális, nagyon jó. Minden barátomnak szólni fogok, hogy ezt szedje le. Meg vagy, Feri, leszetted? Téged már megtaláltalak. Kicsit ezek a kilók tudtok segíteni. És vissza is tudod hallgatni. Tehát ha akkor éppen nem tudod meghallgatni, akkor megjegyzi a beszélgetést, és vissza tudod hallgatni. Kicsit ezek a kilók tudtok segíteni. Ez nagyon. Ezt akkor most kaptad meg te is, vagy ezt visszajátszottad? Várj, csak nem hallottam tisztán. Akárhányszor. Tudunk körülni. Ennek simán. De ezzel a hétvégén nekem meg is van a gyerekkel. Nekem nem kell több. Nincsen magasan az inger küzöm, érted? Disneyland, meg Orlando, meg SeaWorld, érted? Minek? Van egy telefonon, a gyerek fölmegy a hálószobába, aztán nyomhatjátok a CB-t. Még ne gyere le. Nincs kettőnyebb. Maradj fönn. Már megvan. Most elrakta? Ez megvan, ezt lemettem csengő hangnak. Mikor csöregsz, majd ez fog jönni. Kicsit ezek a kilók tudtok segíteni. Pillanat, anya, Balázs hív. De most miért ezt mentette el? Miért mentette el, tényleg? Az utolsó forgalmazás van meg benne. De milyen James Bondos hangom? Küld rá valamit, akkor kiüti. Milyen James Bondos hangom egyébként? Ja, hogyha ráküldök valamit, szerintem akkor kiüti? Szerintem igen, nyomd le még egyszer, azért hallgassuk meg. Kicsit ezek a kilók tudtok segíteni. Figyelj, ez nagyon jó. Nagyon tetszik. De már láttam, már csináltunk. Csináltunk jó kis csapatot is, és akkor van egy olyan morning show csapatunk van. Na jól van, oké. Arborétum végállomás, köszönjük mindenkinek, mind a három utasunknak, hogy velünk utazott. Viszont hallásra, viszont látásra. Utazzon a később is velünk. Mit, az arborétumba vitted őket? Az jó? Na várjál. És itt az előzmény, az összes előzmény. Arborétum végállomás, köszönjük mindenkinek, mind a három utasunknak, hogy velünk utazott. Viszont hallásra. Miért az arborétumba vitted őket? Mert az a legnépszerűbb utazási eszköz mostanában. Ja, és akkor most eltűnt a kakilósa? Figyelj, nem, itt van. Figyelj. Ja! Volt már próbálkozás, és rosszra nyomtam rá. Ez volt, Jani! A kérdés mit mondóra?
Magyarul mocais? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít? Hozzájállat? Élet feszít, gondolom. Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyellán, mime? Aki válaszol? Halló, jó reggel! Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, már! Olyan is sem megfogadó. Honnan hívtál minket, Máté? Dunavecsérről. Dunavecsér, mit csinálsz ott? Ott laksz? Hát igen. Meg itt melózok is. Meg mit melózol? Nagy epercedések vannak. Mit melózol, Máté? Epercedés. Epe, jó kis epercedés. Jó kis epercedés. Ehettek közben, lehet? Persze, ilyen napfajta. Mert annak idején mi, amikor cseresznyét szedni voltunk, akkor fütyülni kellett. Végig. Tényleg? Persze. Mi? Ne csináld! Fölzavartak a fára, és közben fütyültél. Igen, a cseresznyét, és fütyülni kellett végig, mert akkor nem tudsz enni. Nem, milyen szociosztori ez? Küszöm. Hát, igen, és ütöttek egy nadrágszíjat. Nem, az csak, ha lejöttél, ha nem szedtél eleget. Nektek is kell? Osztóról ver a főnök, de hát. Igen, és tapsolni kell folyamatosan, igen. Igen, igen. Ez ilyen szed magad akció? Ilyen szed magad? Nem, rendes meló. Ja, leszeditek, és akkor viszitek a zöldségeshez. Aha. Hát igen, piacra meg hasonló. Össze sikerült összetenni. Milyen az epertermés? Az volt, hogy elfagyott egy csomó. Hát igen, ami nem fogyott el, az meg megrohadt, tehát teljesen jó. És akkor ti most melyiket szeditek? Ez az elfagyott, az a megrohadt. Nem, ez jó, ez jó. Egészséges. Jó kis fóliás eper. Jól van. Oké, hogy szokott menni a játék egyébként, Máté, megy? Hát fogjuk rá, majd mindjárt kiderül. Most elvileg nehezítettetek, ugye? Még nem, nem, még nem. Nem volt híres ember, tudod, tárgyállat. Igen, legyen az állat. Legyen az állat, hát ez annyira könnyű. Nem volt ez épp azért. Ez már, figyelj, ez már volt, a denevér lett volna, de ez olyan negyvára. Ez pont negyváromszor volt, úgyhogy ne legyen az állat, legyen valami más. Na akkor legyen a tárgy. Legyen a tárgy. Az még nem volt. Az még nem volt. Mehetünk? Hát próbáljuk meg. Jó, izgulsz, Máté? Egy kicsit. Ne, enni fog megoldott. Figyelj, így szól a tárgy. Fél percet van, nem több. Unga móde, Iv. Micsoda? Hát ez az. Unga móde, Iv. Unga móed, Iv. Unga móde, Iv. Unga móde, Iv. Unga móde, Iv. Lejárás, mám. Vagy V ereje. V. Az. V. És úgy. Vi. Az, vi? Vi, vi. Igen, hát ez a videó magnó lett volna. Jaj. Unga móde, Iv. Ez a videó magnó lett volna. Igen. Ilyet nem sokat használtam, látszik. Nem volt, nem emlékszel, nem volt. De emlékszek rá, de nem volt rendszeres használata. Atya Isten, már van egy generáció, aki se tudja, mi az. Jézus, Atya Úristen. Pont most volt egy ilyen összeállítás az egyik weboldalon, hogy olyan dolgok, amiket már nem nagyon használunk, nem ismerünk, és azt csinálta a szerkesztő, hogy ha leragasztottad, emlékszel, a kitört fület, akkor megint igen, tudtál. Akkor megint tudtál. És a szegény, valószínűleg egy fiatal írta, hogy azt írta, hogy ha leragasztottad, azzal örökre megvédted rajta a felvételt. Hát pedig pont nem. Pont nem. Mert ha kitörted, akkor védted meg a felvételt, igen, ha leragasztottad, újra tudtál rávenni. Persze. És a kis izé fehér szalag, amit rá tudtál ragasztani, és arra fölírtad, hogy mi van rajta. Csodálatos világot. Mikor születtél, Máté? 94. Jézus, 94. Na jó, ezt nem hiszem el. Az kemény. Máté, köszi, nincs ajándékcsomag. Nem volt egyébként annyira nehéz, de ez most valamiért nem. Valamiért hát, nem ez az adrenalin meg a telefonban másképp hangzik, mint a rádióban. Már ott egyébként rögtön hallatszódott a hangod, hogy rengeteg adrenalin van benned. Hát az eper fölön érted. Mennyit vagytok kint egyébként ilyenkor? Hát változó. Átlagban 8 órát. Átlagban 8 órát vagytok is. Már ilyenkor elkezdtek, hogy már ilyen 7 vagy 8 körül? Hát 5-kor kezdünk. 5-kor kezdtek? Persze. Aha. Korábban, mint ti. Tehát... És hány kiló epret szedsz le egy ilyen szedéskor egyébként? Megmértétek ezt már valaha, hogy körülbelül mennyi az, amit bezsákolsz? Hát ez ládába szedjük, nem zsákba. Ilyen néznek is rá. Most ilyen kicsit szlengesen mondta. Hát figyelj, eperszőm, most én ezt úgy értettem, hogy... 50 kiló, de nagyon csöpög az alja. Most én ezt úgy értettem, hogy bezsákolsz, hogy a nap végére azt mondta, gyerekek, bezsákoltam 30 kilót, de tudom, hogy faládákba szedjük. Hát egy ládában van 6 kiló, és átlagban ilyen 100-150 ládát szedünk egy nap. Az igen, minden itt neki. Hát az ilyen 7-800 kiló eper, amit leszettek. Na erre voltam kíváncsi, mert fogalmam nincs. Erről csak érdekelt volna, hogy mennyit szedtek le. Jól van, jó munkát akkor neked. Köszönjük szépen, meg lesz. Tudtok közben minket hallgatni?
Persze. Tehát szólhat a rádió. Igen. Jól van, Máté. Nyomhatnátok délután egyig is, mert addig vagyunk. Délután egyig. Ha majd Csabival egyeztetünk, és igen, akkor egyszer bekéreckedünk hozzá. Jó? Jó, rendben, oké. Köszi, Máté, ciao. Én is köszönöm. Hello. Azért 6-700 kiloeper. Az kemény. Az kemény, mert napi. Nem? Mindezt egy ilyen posztózsákba. Hát mi lesz így az eperrel, érted? Mire odaér a vevőköz? Hát mi? Hogy kell ezt elképzelni? Na gyorsan, azt mondja, hogy egy-két SMS, csak ami közlekedéssel kapcsolatos. Tépe és Derecske között három lábú bokorban, ez Kavics küldte nekünk. Pest felé a 185-ös kilométer után van egy trafing. Ezt Tibi küldte nekünk, valamint Kerepesen a főúton autó az árokban, de csak három rendőrautó miatt áll egy kicsit a forgalom. Anita küldte nekünk. M1-es hegyes halomnál 4 kilométeres a kamionsor kifelé, dugóra lehet számítani, hogy ott is vigyázzon mindenki. Az M3-oson a Mohos pihenőnél Pest felé mérnek a rend éberőrei. Debrecenben a Vámospérci úton trafiznak, valamint az M31-es úton Nagytarcsa felé lerobbant autó, és az útszélén sétál ráadásul egy srác is, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Többen kérdezitek a Petőfi hidat, mert hogy szeretnétek átjutni, a budai hídfőjénél Buda felé a belső sávban két autó koccant, emiatt van a torlódás. Még mindig így van, még mindig torlódás van. Hát ugye ott a körút tudod. Meg kell beszélni, hogy mi van, ki hibázott. Hívjunk rendőrt, azt mire odaér. Hívjunk rendőrt, igen. Ha van friss közlekedés híretek, akkor pedig küldjetek el nekünk az SMS számunkra. Jó, 7 perc van pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. A Kerepesén nem működnek a lámpák, jó a helyzet, Balu küldte nekünk. M3-as autópálya Budapest felé a 185-ös Kavicsnál trafi Iván üzeni. Valami trafi Gyula és Békés Csaba között a VDA előtt 200 méter a Susnyás vagy Gyula felől érkezőknek nagyon kell vigyázni, is csükülte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Petőfi jól járható, nincs már torlódás egyébként, úgyhogy ott minden oké. Lehet már menni, ne kerüljetek el a Petőfira, viszont van egy trafink a 10. kerület Vaspálya utcában, úgyhogy ott is menjetek óvatosan. Azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg friss lehet. 185-ös kilométernőn mérnek Pest felé, de nem tudjuk, hogy melyik úton. Fontos volt, csak a leglényegesebb nem jött át, de köszönjük. És trafi az M3-ason a 245-ös kilométernél is. Azt nem kaptuk meg, hogy melyik irányban kell vigyázni. Tessék mindenfelé vigyázni. Mindenfelé vigyázni. Száguldozni. Azóta nem jött semmi? Cserencám. Tessék? Cserencám. Ja, hát a cserencám. Hát az... Sok. Én befizettem a 30-acskát, hozzájárultam. Cseh vagy csere? Csere. Az is jó, igen. Itt az ágyúló jó futamban mindig megy a rendszámod. Egyel alébb mindig a rendszámod, igen. Jaj, nem vagyok túl jó gyerekek, de küzdök, emberesen próbálok helytállni. Most már délig bírt ki. Győrben az M1-es úton a Duna Centernél mérik az Abda felől érkezőket, ezt is figyeljen. Hogy itt is figyelj mindenki. Milyen volt a Velhello? Voltál, Zsül? Jó volt? Vagy nem Velhello, halott, hanem, igen, halott pénz. Halott pénz. De ő meg mondja rá, hogy igen, voltam, jó volt. Neki mindegy. Volt. Az LGT a nyugatiba. Milyen volt a diótörő balett hétvégén, azt mondta volna, hogy jót. Felsettünk volna, hogy nem látott balettet. Főleg a spárgák. Szóval jó buli volt? Igen? Elásztás, Zsülci. Mi van veled? Nem mondnám. Ugye úgy félparting volt pénteken, csak egyikön se tudott menni. Mindenki más csinált hármunk közül, és de sokan képviseltek bennünket, tehát így a cégtől azért ott voltak sokan. Persze. Meg biztos, igen, hogy jó buli volt, csak azért kérdezem, hogy jól sikerült? Amire emlékszel, mi? A Zsülben micsoda rejtett energiák vannak. Tehát hogy? Hát, hogy elmegy és szétcsapja magát. Hát láttál már ilyet ettől a drága fiútól? Nem. Ja, jó, egyszer. Hát. Egy nagyon érdekes dolgot olvastam. Nem tudom, hogy titeket mennyire érdekel, de semennyire. De én nagyon. Az elejét megvárom. Nekem biztatónak tűnik így. Nem csak, hogy próbáljuk elképzelni, hogy néz ez majd ki a gyakorlatban. Hogy a Google kitalálta... Na most már nem érdekel. Hogy olyan anyaggal vonja be az autók elejét,
ami ragasztóanyagot bocsát ki az ütközés pillanatában, mert hogy megfejtették, hogy amikor egy autó elüt egy gyalogost, akkor nem is mindig az elütésből van a probléma, hanem utána a gyalogos elrepül, és beveri a fejét, vagy csak elesik. És ezért ők azt szeretnék, hogy az önvezető autóknak az elején ütközés pillanatában kinyomjon valami ragasztószerű anyagot, ami ne felpattan a gyalogos, feltapad. Maradjál már. Tényleg, ez halálos ilyen. Ezen dolgoznak. És így, tehát ha téged elüt egy autó, akkor ráragadok. Akkor nem ráragadsz? Történik más, mint felragadsz a motorháztetőre. És milyen jó, hogyha éppen egy tűzfal felé tart az autó. Hát igen. Ragadok, és... igen, ez ugye további kérdéseket vet föl, hogy mi van, az autó nem áll meg. Láttöréssel megúszod. Még akkor is jó. Igen. Nekem ez tetszik, mert még akkor is jó. Igen, és felragadsz az autóra. Igen. És semmi nem történik, illetve az autó valahogy ott abban a pillanatban a felragadásnál puha lesz, tehát nem árt neked. Nem tudom ezt, hogy fogják kivitelezni. Mindenesetre nemesen áll. Egy emberre lágyuló fém lesz az autó. Egy mimetikus polialoid, ami emberre lágyul. Most hogy néz ki a gyakorlatban tulajdonképpen? Tehát mennek majd az idős nénik át mondjuk a Lehel piacra. Jön a Google önvezető autója, elüt egy idős nénit, vagy mondjuk téged, vagy engem teljesen. Nyomorultul feltapadsz az autóra, és ha mondjuk ezek még olyan autók, amely még lesz sofőr, és a sofőr nem veszi észre, akkor utazol egy félvárosi úgy, hogy ilyen béka pozícióban fekszel az autón. Igen, akkor Calvinon leszállsz. És a Calvinon leszállsz. Megy. Igen. Illetve ő vesz le. Vagy ez leold, amikor következik, tehát hogy milyen a ragasztó. Mert aha, ütközésnél kijön a ragacs, oké? Igen. Ráragadtál. És amikor az autó megáll például, akkor old. Ő, ott még nem tartanak a kutatások. Tehát egyelőre az, hogy egy nagyon biztos, nagyon komolyan fixáló anyagot már kitaláltak, az oldószerét még nem. Tehát valószínűleg rajta marad le egy darabig, aztán pedig itt valamilyen hidegvágó vésővel leszednék róla. Hát ez az, vagy ha te elütsz mondjuk egy tűzcsapot vagy egy oszlopot, és az aha, nem érzékeli. Viszed magaddal? Tehát az lesz, hogy méleten neki mész majd nem tudom valaminek, ami az úton van. Ráfutásos, várj, ráfutásos baleset, beleszállsz hátulról, illetve nem is nagyon szállsz bele, csak összekoccolsz, piros a lámpa, kicsit nem figyeltél, ez előfordul, puff, belemész hátulról. És vonatoztok onnantól kezdve. Hova megy, jöjj, mehetünk. És este lesz ezt mindenről. Van, ma volt egy borz, egy kerekesbe yes, vásárlók. Oké, okay, kis nyug, ja, igen, ez a sár, hello, szia, szevasz, vedd le a kabátot, szerintem úgy haza tudsz menni, köszi. Nem elég, hogy elütnek, nem elég, hogy eltörik valamit, még nyomorultul, magzatpózban, ráfeküdve, rásimulva a motorháztetőre, mindenki jön majd téged megnézni, hogy elütöttek. Igen, mint a Mad Max 2. Körbevisznek a városba. Körbevisznek nyomorultul a városba. És akkor mi gondolkozik a Google? Egyébként egészen elképesztő. Nem? Nagyon komoly. Hogy ezt fejlesztik, hogy ne essen el a gyalogos, hanem ragadjon föl a motorháztetőre. Annyi pénzük, hogy ők sem tudják, hogy mire költség. Valószínűleg ez lehet. De maga az ötlet egyébként nem rossz, hogy valahogy tartsuk az elütött delikvenst a motorháztetőn. Nekem, megmondom őszintén, hogy ezek a személyre szabott ilyen légzsákok, ezek jobban tetszenek. Tehát, hogy már láttuk egy-két filmben, hogy elüt valami, vagy balesetet szenvedsz, vagy stb. És akkor felfújódik rajta egy ilyen egyéni védőfelszerelés. Gyakorlatilag nem az autóban, vagy a járművön, vagy a járműben, vagy az autóban van a légzsák, hanem rajtad. Tehát, hogy a ruhád az, ami hirtelen légzsákként kezd el működni. És te elrepülsz, és utána egy labdává változol, és ott pattogsz egy darabig, és aztán szépen leeresztesz, és kész. Semmi gond nincsen. És ilyen ruhán dolgoznak? Igen. És mindenkinek ilyen ruhában kell majd menni? Tehát, hogyha mondjuk valamilyen járművel utazol, vagy járművel, elsősorban ez például a motorosoknak lehet, meg a kerékpárosoknak egy nagyon jó egyéni védőfelszerelés. A motorosoknak talán már van is ilyen mellény, én úgy emlékszem. Hát, meg felfújódom. És akkor labdaként te bepattansz mondjuk egy másik autó elé, akkor ő eldob téged, és akkor igen, így pattogsz ide-oda? Igen. Hát, vagy hogyha fönt a zöld málin ütnek el, akkor legurulsz. És megállsz valahol az alsó rakparton egyébként. Igen. Azért egy hallgató, hogy meg kell várni, amíg kihűl a motor. Azért az is szerencsés egyébként, hogy fekszel ott felragasztva az autóra, és egy üzemi hőmérsékletről, mire az autó visszahűl, addigra egy 3-4 órát fekszel. Azért is jó, mert hogyha a te hibádból volt, akkor nem tudsz meglépni. Ott lesz a biztos helyszínen. Igen, amúgy ez igaz, hogy utassa bizonyítékot, nézze meg a motorát. Jöjjön előre. És ott fekszel, te rohadt nyomorultul a motorháztetőn. Igen, igen. Ja, Istenem. Na, egy kis orspré. Csak de, hogy ne jó, de várjad, akkor az orrodban a szemedbe. Ne a szemedbe. Csípő. Nagyon, nagyon piros a szemem, már tök ezen is segít. Na, egy nagyon érdekes történetet találtunk, és azt gondoljuk, hogy minden háztartásban van egy ilyen ember legalább, aki mindenhez ért és minden betegségre tudja a megoldást. Mert hogy ugye az öngyógyítás otthon az egy egyre elterjedtebb dolog, sokan már nem mennek el orvoshoz, hanem azt mondják, hogy ők megnézik az interneten, majd meggyógyítják. Minden családban van már egy ügyeletes orvos,
aki azt mondja, hagyjad, én tudom a megoldást. Ugyanis történt, hogy két barát panaszkodott egymásnak, hogy az egyikőjüknek fáj a foga, mire a másik fogott egy kombinált fogót. Nem akarom hallani. De, és ez a napokban történt. Egyébként kombinált fogóval esett neki a barátja fogának. Drágálták ugyanis az orvosi kezelést, és azt mondták, amerikaiak voltak, hogy ő megszabadítja a fájdalomtól. Egyetlen mozdulattal, ha kell, akkor kitépi az emberünknek a fogát. Ebből az lett, hogy nem jól húzta, és körülbelül 10 percig rángatta a fogat, mire ki tudta tépni. De végül is egyébként a dolgot egészen sikeresen megoldották. Elfertőződött a sem. Hát akkor tényleg. Egészen jól járt a dolog, kapott egy nagyon durva vérmérgezés, elfertőződött a sem. Igen, és el kellett menni egy kis orvoshoz, és egy nagyon komoly szájsebészeti műtétet kellett végrehajtani emberünkön. Na de, minden családban van azért hát, ilyen. A másik, amely én például ezt csináltam magam, amikor tejfogam volt még, hogy húztam ki fogóval fogamat. De saját magadnak? Igen, hát tejfogat. Vagy. Tehát, hogy az megtörtént konkrétan. Biztos, hogy az volt, hogy itt láttam egy ilyen szafit, vagy láttam egy tenkes kapitányt, nem tudom mit, a tévébe, hogy ott valamikor a középkorban ez így működött. Elmentek a Kovácshoz, és akkor Kovács egy ilyen ortas nagy, vagy a Ludas Matyi, vagy én nem tudom mi, abba is, hogy igen, egy ordas nagy fogóval megfogta a derékmensnek a fogát, és akkor csavarta, hogy egyet is kirántotta. És én ezt lecsekkoltam, hogy működik, és működött. Na jó, tejfoggal oké, de hát az egy rendes. Aha, na jó, annak már nem álltam nagyon neki, de tejfoggal megcsináltam. És azt sem voltam, hogy kellemes. Tehát, hogy az, amikor egy ilyen picit olajos, picit rozsdás kombinált fogó csúszkál a tejfogadon, megpróbálod megfogni, és nem is vagy biztos benne egyébként, hogy jó fogat ragadtál meg. Na, előbb-utóbb kijön mind. De kijött. Láttam a gonterhelt édesapádat, hogy kiszól, hogy aztán a vért lemosni a fogóról. Aztán, hogy rámegyen a garnitúrára, mert nem volt olcsó mulatság a dómbuszba. De mitől van az, hogy minden családban van egyébként egy ilyen doki, aki egyébként sarlatán, de majd ő megjavítja, majd ő meggyógyítja. Nem kell ide orvos aranyom, kend be ezzel, kend be azzal. Minden családban van valaki, aki jobban tudja, mint a doki. Nem? Azt észrevettétek? Hát persze. Minden családban van, hagyd aranyom, majd én bekenem. A mindenre jó vietnámi balzsam. A minden beborogat, mert azt hiszi, hogy mindenre a boríték. De a tetránkenőcs, vagy tegyél rá betadin. Ugye? Tehát minden családban megvannak ezek az úgymond sztereotípiák, ahol megjelenik a család ügyeletes állorvosa, aki ugye orvosnak képzeli magát, hogy pályát tévesztett, és azt, hogy ha csak tudom, nem kell ide tetanusz. Nem kell ide tetanusz, nem kérdezem. És hány olyan ember van, aki egyébként nem megy el orvoshoz, és sokkal rosszabb dolgokat csinál magával, mert ugye hát azt gondolja, hogy majd ő meggyógyítja saját magát. Mert mindig vannak olyan korábbi tapasztalatok, amikor így bejött. Érted? És ő arra épít, arra hagyatkozik, azt teljesen mindegy, hogy utána hányszor nem jön be, ő mindig arra az egyre gondol, amikor bejött. Akkor sem mentünk el orvoshoz, és akkor emlékez, is működött. Emlékez, jó volt. Megmondtam. Működött. Meggyógyultál. És aztán erre alapoz éveken keresztül. Azt mindig elfelejtő, hogy mikor nyúlt mellé rettenetesen. Csak az, amikor neki bejött és működött. Te is csak a sikereidre akarsz. De tényleg. Náluk amúgy nagyon komoly családi hagyomány olyan, akinek a gyógyít. Is. Hát most legutóbb a nővérem, dr. Mangdi. Hadd csak majd én tudom. Figyelj, neki egyébként amúgy neki nagyon-nagyon komoly tapasztalatai vannak, mert több évtized óta dolgozik az egészségügybe, tehát hogy azért összeszedegetett a doktora mellett azért sok mindent, de az ő tapasztalata olyan sokrétűek, hogy az embergyógyászaton keresztül az állatgyógyászatig gyakorlatilag mindig mindenhezért, és neki azért vannak jó gondolatai, és most a legutóbbi történet az volt, hogy a Dozer nevű kiskutyát megműtötte egy altesti probléma kapcsán. Rántott fel két gumikesztyűt, és nézett körül óvatos mozdulatokkal a kiskutyával. Na, várjál, ki jött? Voilà! Működik! Egy újnyi csont volt keresztbe fordulva a kiskutyának a hátsó traktusában, amit a nővérem ügyes kézzel megtalált, megkeresett, egy kis étolaj kellett hozzá, meg egy pár gumikesztyű. Értve, aki fogja a kutya fejét. Igen, picit Dozer egy kicsit feszült, de utána, amikor kikerült belőle a csontocska, akkor onnantól kezdve már megint felszabadult a viac, egy kicsit falán kiskutya is, hát mindent zabál össze. Később természetesen konzultált egy állatorvos, és az állatorvos azt mondta, hogy tökéletes beavatkozás. Tökéletes, így van, Magdi Gánc.
Egyszerűen zseniális volt. Ügyes voltál, pöpec volt minden, ahogy a nagykönyvben meg van írva, az étolaj picit fura, megoldás, de ettől függetlenül láttam már a pillanatban. Valami csúszik. De akkor jól sült el? Jól sült el. Tényleg minden háztartásban van egy. Ja, bocsánat, csak egy kocsinak a csomagtartójában történt mindez. Ne! Honnan nem tud kiugrani a kutya? Ott volt. A műtő ott volt berendezve. És milyen típusú kutya, azt tudjuk? Egy ilyen kis keverék kutya, de hatalmas. Tehát egy hatalmas, csak hát falánk a jószág. Mosolygott, mikor a műtő sikeres volt? Nem tudtuk eldönteni, hogy ez mosolya vagy csorgás. De félig ért a szája, maradjunk ennyiben. De a kutyának semmi baj. A kutyának nagyon tetszett. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy ki a családotokban a nagy gyógyító, az, aki tényleg jön, hozza az ő tégelyét, ha egy dolog nem használ, kettőt hoz, ha hármat hoz, akkor már biztos, hogy működik. A tizedikre egészen biztos, hogy már valami elkezd hatni. Fogfájás, hátfájás, és minden más olyan családi probléma, amire a nagyi, a nagybácsi, anyu vagy apu tudja a választ. Természetesen ezek nem jók általában, és nem működnek. Tehát a fogfájásra szegfűszeget, meg nem tudom, miket hallasz. Tehát, az jó. A fogfájásra szegfűszeg. Igen, összeharapod, és úgy fáj, hogy kemény szegfűszegtől a másik. És bármi történik, megmagyarázza. Tehát ha bármi a következő, azt mondja, hogy igen, mert későn vetted be, igen, mert korán vetted, igen, mert keveset, igen, mert sokat, azért hánytál, mert tisztít a szervezet, stb. Tehát, hogy mindig megmagyarázza, de azt nem vallja be, hogy valamit nagyon benézett. Igen, és van az a típus, aki, ahogy te is mondod, aki műt is. Tehát, aki bicskát hoz utána, ugye, és elkezdik felvágni. Meg kiköl azt vágni, gyermekem. Meg tudjuk azt oldani, hozza a bicskát, kicsit fertőtlenít, és neki áll otthon a műtétnek. Két nagyon fontos eszköz van az ilyen, amikor mondjuk tüske már benőtt, tudod, vagy alá ment egy ilyen fa darab, amikor elé teszik. Szálka? Vagy szálka, igen. A bicskát és a pálinkát. Na, akkor meneküljél. Illetve ha itatnak előtte, az nem, de például nálunk a nagyapámnak az volt a szokás, hogy ő saját magának is kivágta, mert először bement a szálka, akkor azzal ő nem foglalkozott. Hát ez mi elfér, viszont mikor már gennyes voltak ki, és meglocsolja a pálinkával. Hiszen fertőtlenít. Hogy az működik? Igen, hogy az működik állítólag. Régen tényleg a vietnámi balzsam volt, emlékeztek, a minden megváltó csoda gyógyszer. Ami ugye vény nélkül volt, bekented a fejedet, ha fájt, ha ízületi húzódás volt, ha sebed, mindenre mindig mindenki vietnámi balzsamot tett. Ez a kis szúrós szagú, ilyen nagyon, nagyon mentolos, pici nagyon piros tégely, pici piros tégely volt, aranycsillag, a fejfájástól kezdve a migrénen keresztül, a hátfájásig, minden háztartásban volt egy normális vietnámi balzsam, és valaki, aki értett hozzá. Hát hogy ezt hogy kell kezelni? A leghorrorisztikusabb történet gyakorlatilag ever and ever, az egyik kedves ismerősemnek az édesapja megengedte a lábát a kályha mellett, de egy picit bealudt, mert hát ugye nem volt egy kis vér az alkoholjában, hogy szoktad mondani, és hát egy picit meggyulladt a sarka a kályha mellett, és amikor felébredt, már kijózanodva, és ezt észlelte, azt mondta, hogy erre a legjobb a vietnámi balzsa. Ezt gondolom, hogy minden áztatásban van. Rákentelen, és az lett a vége, az egészen, hogy térből lefelé amputálni kellett a lábát. Jézus, nem rögök rajta, de hogy egyszerűen nem hittem el. Nem hittem el, hogy ez megtörténhet. És ő tényleg azt gondolta, hogy arra a legjobb megoldás a vietnámi balzsam. Körülnézett otthonak is, hogyha vöröskeresztes ládikába. Volt benne. Persze, igen, hogyha sebhintőpor elfogyott, de volt benne egy kis vietnámi balzsam, azt rákentett. Nekünk is volt a családban hasonló távoli rokon, aki belelépett a százasszögbe, és azt mondta, hogy ez a tetanusz egy hülyeség. Ugyanez lett a vége. Kapott egy vérmérgezést, amputálni kellett a lábát, ő meggyógyította magát vizes borogatással. Mondom, ecetes szalonna. Valószínűleg ezeket de az nála működött, én ezt meséltem. Igen, azt is meséltem, ez működött. Sajnálta, ecet nem volt vietnámi balzsa. Ja, hát állatok, ez lett belőle, igen. De nálunk működött. Szögbe lép rozsdásszög, és akkor azt mondta anyám, hogy nem kell semmi, alul fölül egy ilyen szalonna, ecettel átáztatva, átkötözve. Azt mondja, mire a kutyák elhordják, addigra jobban lesz. De hogy ők tényleg mit gondolnak? És ez a román vendégmunkás pár évvel ezelőtt mindenhol cikkeztek róla, minden bulvárlapban benne volt, aki a családi ékszereket eltávolította, mert fájtak. Hogy elmész, hogy eltávolítottam? Hát nem mennék bele most így nagyon bővebben, de hogy konkrétan kiürítette az acskókat. De hogy csinálta? A saját kezűleg? Igen. Azt mert mondta, hogy fáj, picit fáj, és akkor mi lenne, hogyha megszabadulnánk a fájdalom gócpontjától, ami ugye egészen konkrétan a tikit, aki volt. És levágta a herét. Hát kiürítette a jakkereket. De hogy eldobta a gózlit? Aha. Kivette, igen. Ez pár évvel ezelőtt egy minden bulvárlap lehozta, ezt ő így oldotta meg. Picit egyszerű volt az ember.
Atya úristen, azért ahhoz kell önuralom, nem? Igen. Mondjuk csak egy vágás, de az éles. Aha. Tehát azért hát az... A zacskó ki, a, na ott a még kettő hogy vágás. Igen, értem. Igen, nézzük, van-e benne ajándék. Mit rejtenek a golyók? Mit rejtenek a kis tojások, van-e benne valami kis... Azért ez már egy picit összetettebb beavatkozás, mint a egy kis vietnami balzsamot. A másik ilyen volt, nem tudom, emlékeztek el, az a svéd csepp volt. Volt egy korszak, az megvan. Volt egy korszak, belsőleg, külsőleg, pattanás, haj, gyomorpanasz, hátfájás. Jött az üveg, svéd csepp. Mindegy, hogy alkoholt volt benne, mindegy, hogy tönkretette a gyomrodat, ha mert túl sok gyógynövény. De ez nem volt. Valami ruszki szemét, érted? Ez svéd. Jött a svéd csepp. Egy ilyen alkoholos gyógynövény tinktúra, amit ugye meg kellett inni, és minden családban volt egy nagyi, aki mondta, mi bajod van kisfiam, influenza, svéd cseppet kell. Mi bajod van? Meghúztam át a... hozom a svéd cseppet. Ebben ők egyszerűen elképesztő módon hihetetlenül hipnotizálva hittek a svéd csepp erejében. És minden háztartásban volt egy svéd csepp, ami meg nem itta valaki, aki ugye rájárt kicsit az alkoholra. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Jó, ki gyógyít a családban? Milyen bevált fortéjai vannak? Mitől ő a család nagy gyógyítója, és hát mit alkalmaz? Azt is írjátok meg mindenféleképpen. Jó, hogy mi az, amit hoz, miben hisz, és milyen fájdalomra, milyen betegségre mit ad meg. Nagyi, nagypapa, nagymama, öngyógyító anyukák, apukák, mindenre kíváncsiak. Jó, de az amatőrök ez, hogy a tejföl az égésre, azt azért hagyjuk. Meg egyébként az tényleg működik. Joghurt, tejföl az égésre, az még egyébként működhet is. Azt szokták mondani, igen. Tehát amikor tényleg tudjátok, hogy valószínűleg abszolút nem működik, van például egy hallgatónk írja, hogy mindenre mindig kalmopirint ad mindenkinek. Amikor a tyúkjai megfáztak, kalmopirint nyomott le a tyúknak a torkán. Ezt Doresz küldte nekünk. Ha megfázom, kalmopirint. Allergia, kalmopirint. Izomlás, kalmopirint. Ha tyúkon megtanyagsodott, szintén kalmopirint. Hát, egy időben azt kimondták a forgalmazásban, hogy visszajött, nem? Vagy az a gyerekkorunk egyik ilyen vény nélkül az kapott a gyógyszere. Azt nem tudom, csak tudom, hogy visszajött, igen. Na ezt írjátok meg nekünk. Jó, 3 perc, pontosan 8:30, jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfőben, most még jó idő van. De holnap után. Holnap fázni fogtok, gyerekek. Jön a hideg front. És aztán elmegy a hideg front, és 30 fokot mondanak már szombat vasárnapra. 30. Na most nekem hónap 22. Hát igen. Fázni nem fogunk, csak egy kicsit esősebb lesz. Te az Avanci nem tette még le a pendrive-ot? Nem az volt? Vagy ez még a régi Avanci? Régi pendrive. Régi pendrive került el újra. Érdemi elismerése mellett még így bebe. Van szerkesztőt a dalai, de hát. Igen. Azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedés. A 185-ös kilométernél mérnek az M3-ason Nyíregyháza felől érkező autókat. Gyula és Békés Csaba között a 4-sávoson és Csaba felé, valamint az M0-ás behalt Csepeltől a Balaton felé lépésbe lehet csak haladni. Mi pedig ugye az önjelölt gyógyítókról beszélgettünk, mert azt gondoljuk, minden családban van egy ilyen, egy amerikai párról volt szó, még az előző fél órában, akik megműtötték egymást egy harapó fogóval, kezdte el a férfi kicibálni egyébként a nő szájából a rossz fogat, a seb elfertőződött, és hát kórházba kellett menni a delikvensnek, mert nem akartak fogoroshoz menni, vagy nem volt biztosításuk, vagy drágálották a fogorosi kezelést. Nincs jobb, mint egy jó harapó fogó és egy kis pálinka. Jó, hát vagy a kaland. Vagy a kaland, igen, a kaland, ahogy tépett ki a feleséged szájából a szuvas fogat. Mutassatok nekem egy olyan tinédzsert, aki mondjuk látta a Rambó egyet, és nem gondolkodott el azon, hogyha mondjuk lenne egy olyan sérülés, akkor nem varná össze ő is ugyanúgy, mint a Stallone egy tűvel meg egy cérnával a sebet a karjá, vagy nem égetnéd ki a sebet egy ízes, egy izzó bovikéssel. Igen. Arra kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, hogy ki a családban az öngyógyító, miben hisz, mivel gyógyít. A szomszéd Józsi bácsi egy igazi öngyógyító, mutató ujja felső percét vágta le, úgy döntött, hogy visszavarja. A feleség is csak akkor vette észre, amikor már a varratot szedte ki az ujjából. A dolog egyébként működött. Akkor működött. Igen. Nagymamámnak fájt a háta, 70 évesen kitalálta, a legjobb megoldás a futás. Az mindent begyógyít. Elfutott a másik utcáig vissza, ami szerintem aztán kiderült, hogy gerincsérve volt. Melkasra terített disznózsíros konyharúa megfázás ellen. Az működik. Igen, nem? Igen. Hát sokszor bugyolálta ki ember? Hát hallottam már, de hogy...
Hal, Feri, gyere, súly bele a konyharuába, Feri. Tudod, miért jó, mert reggel viszont csak egy kicsit átkened a kenyérre, és megvan a reggel. Disznozsíros konyharú a megfázás ellen? Esküszöm, megpróbált. A serpenyőbe. De ezt a Jani is ismeri, ő is hallotta. Ismertem, de mi soha nem mertük így kipróbálni. Én hallottam erről, hogy ez akár működik, de mindig azért értem, hogy ez valami szivatás. Aha. Igen, igen, igen. De ez mitől működik? Kiszívja a disznózsír a megfázás. Nyilván. Vákum termelődik a konyharú. Drága nagyiba szentelt vízre esküdött. Szemgyulladás szentelt víz. Amputált kisúj, mindegy, csak szentelt víz. Ő hitt benne, én meg hagytam magam, Peti küldte nekünk. Apám a disznószúró késsel faragta bátyám talpából egy tyúk szemet. Ha már vérzett, abba hagyta. Ez egy hónapig minden vasárnap ebéd után ment a disznószúró késsel, majd anyám vett egy doboz tyúk szem tapaszt, és az végre már használt. Azért az megvan, hogy apád előveszi a disznószúró kést vasárnap az ebédnél. Nagy gyere, Lacika! Lacika földobja a lábát az asztalra, és elkezdett kifaragni a tyúk szemét. Ezért hát egy disznóölőkés azért meglehetősen hegyes, meg éves, de mégsem egy szike kategória. Tehát, hogy azért ilyen finom beavatkozások, az nem túl alkalmas. Igen. Nagyszüleim régen a torokgyulladásunk volt, egy kávéskanál cukorra csepegtettek petróleumot. Hihetetlen volt, de mindig működött. Borzasztó volt, örökre beégett. Itt van egy hallgatónk is, halló, jó reggelt! Sziasztok, hello, jó reggelt! Hello, ciao, hello! Szia. Na, téged hogy gyógyítanak? Vagy ki gyógyít? Nekem nagymamám volt az, akinek volt egy fantasztikus gyógymódja. Egyik nyáron, még fiatalabb voltam jóval, úgy gondoltam, hogy jó ötlet kifeküdni 11-3-ig a napra, mert hogy én most így le fogok barnulni, és sikerült borzalmasan leégnem, de ez a kegyetlenül, úgyhogy nem tudsz voltokni utána. Nagymamám meglátott, és felkiáltotta, hogy igen, megvan a tökéletes mód, megvan minden, és azt mondta, hogy tojás. Hogy tojás kell rárakni. Tojás kell rárakni, igen. Én tejfölről tudtam, mondom, az még kicsit normálisabb lenne. Nem, ő tojás, a tojás az megnyugtat, mert amúgy is finom, meg amúgy is. És hát rám vert hármat azonnal. Úgy éreztem magam azt, mint egy kisüsti kifőzdében. Nyers tojást kell rátenni, tényleg, ebbe hisz? Nyers tojást, igen, igen. Aha. Rávágott hármat, szétkenyte a hátamon, és mondta, hogy hagyjam. Ez jó lesz, jó lesz. És hogy körülbelül olyan 5 percen belül egy üvegházhatás kialakult a rám égett tojás és a bőröm között. Tehát azt hiszem, hogy hőbutát kapok. És ezek után ő mondta, hogy hagyja, mert hogy ez egy tök jó dolog, de én beugrottam a kádba lemosni magamról, de igazából a sérülés már megtörtént, és én azon a nyáron igazából pikkelyekben hámlottam le. És nem is nagyon működött, nem? Nem is működött. Nem működött egyáltalán. Igen, van így tényleg a körömvirág a másik ilyen krém, amiben egy generáció konkrétan úgy élt el az életét. Bármi volt, megetted kiskanállal, külsőleg, belsőleg, köröm, olyan, mint a tajás. Köszi, hogy elmondta, ciao. Nincs víz, hello. Nálunk anyósom mindenre kálciumot ad. Ha vérzik a lábad, kálcium. Ha tüdőgyulladásod van, kálcium. Ez jó mindenre. Csak a kálcium, semmi másban nem visz. Ismerősöm mindenre kanesztent használ. Legutóbb az aranyelét kezdett. Hát abból baj nem lehet. Jó, ártani nem árt. Ártani nem árt, csak nem biztos, hogy meggyógyul, igen. Természetesen nagymamám tett minden fájdalomra, minden égésre, nyílsebre ecetes vizet használt. Ha csíp, annál jobb, mert gyógy. Aha. Ezt Tamás küldte nekünk. Nagymamám a múltkor leíratta velem a minden betegségre jó gyógyítan receptjét, 10-11 citromleve, 5 darab friss tojás héjastól, 5-6 napig érleld a keveréket, és minden nap éjgyomorra már lehet is fogyasztani. Állítólag, állítása szerint mindenre jó egyébként. Az exem, az elődöm és egyben az utódom együtt kisméretű tüdődaganatot próbált a Google mód, a Google út leírás, tehát a Google leírása alapján meggyógyítani. Júlia küldte nekünk. Anyám az aloe verás sprét fújja mindenre, még a tévét is azzal törli, szerinte élesebb a kép. Azért mama picit elmakult azért egy picit. Aloe vera, még a tévére is. Mindenre. Igen. Nagymamám van így, ezt beszéltük erről a kalmopirinnál, ugye? Tehát amit beolvastam, ha megfázom, kalmopirin, allergia kalmopirin, izomlázra is, igen. Nagypapám hüvelykujjára vadhús nőtt, megtörtént, saját magának a bicskáját beleakasztva akarta kipróbálni. Az utolsó új percét sikerült leszednie, mert hogy megpróbált öngyógyítani. Itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Ciao! Hello, Zsófi! Sziasztok! Szia! Hát, velem az történt, hogy begyulladt a fülem egy kicsit, mert búvárkodni voltunk, és lementem a víz alá, és mire följöttem, belefújt a szél a fülembe. És akkor egy kicsit fájt nekem már egy hete, és anyukám egyből jött, hogy ő majd kövirózsát belenyomna, mondom, jó. Erre belecsöpögtette a kövirózsát, mire belenyomta az egészet, úgyhogy ilyen kicsit ilyen... Túltolta a mamha. És akkor utána mentünk egyből a János kórházba, a nagymamám meg ott lakik mellette, összetettük útközben, bementünk a kórházba szépen, és akkor elkezdte kiputolni a fülemet az orvos.
De egyébként a kövi rózsacsepp az működik fülfájásra a gyerekeknél, tehát azt szokták csak pár csepp egyébként, ha belenyomod az egészet, az picit nekem sok. Belenyomta az egészet, aha. És utána a nagymamám ott az orvos előtt mondta, hogy hát igazából itt a meleg só kellett volna, hogy kár volt, hogy azt kihagytuk, és akkor utána szépen hazamentünk csendben mindenki, mert az orvos felírt nekem jégzselét a fülemre, mert hogy erre a meleg nem jó. A meleg só, igen. De jó. Abszolút így szokott lenni, igen. De mondom, a kövi rózsacsepp, az, amíg kezdő fülgyulladás, az gyerekeknél egyébként tud működni. Egy-két csak, csepp. Hát, egy-két csepp, nem egy-két deci. Ahon belekaptam az egészet. Lehet, hogy mama pici túlzásba esett, igen. Zsófi, köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm. Ciao, köszönjük szépen. Szia. Hello. Kérlek, szépen lefekvés előtt kell a disznózsírt fölkelni a mellkasra, fölveszel rá két pólót legalábbis, úgy alszol. A tudományos magyarázat, idézőjeles volt. A zsír nem engedi a bőrfelületről párologni a vizet, figyelj, így a hörgőkből könnyebben távozik a váladék. Azért ki lehet benne valami, azért ez a népi gyógyászat ez sokszor működik, tehát ebben nagyon sok minden van, igen. Hát a kövi rózsa is az. Igen. A petróleum is. A petróleum az mondjuk jó cukor, igen. Páromnak nagyon fájt a háta, papája kitalálta, feküdjön le a padlóra, ő megtapossa át, tehát biztos, hogy elmúlik minden fájdalma, kiderült tüdőgyulladása van. Arra nem jó papa lába. Igen, nagypapa, nagyfot, te nagyon tapossa át odat, hogy majd meggyógyulsz, kisfiam, majd meggyógyulsz, igen, kiderült tüdőgyulladásod van. Na jól van, köszönjük. Köszönjük szépen az SMS-eket. Mutatjuk a beugrót, jó? Mert hogy lesz egy hármasugrás játékunk, majd a hírek után megmutatjuk, hogy mit kell kitalálni, ha szeretnétek játszani. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, valamit játszunk ezekből egyébként. Hát úgy van, ha te mondod. Na, az egyiket meg is említettük ma reggel név szerint. Na, mutatjuk még egyszer. Felismerhető, nem? Igen. Szerintem felismerhető. Szerintem igen, a szerzőknek. Még a sajátjukat mindenképpen. Igen. A sajátjukat mindenképpen felismerik, igen. Na, lesz egy játékunk. A pénteki napon, ugye, mert hétvégén gyereknap, csak beszéljünk róla egy picit. Hétvégén, május utolsó vasárnapja az gyereknap. Ó, tényleg. Hát ez egy jó dolog, az egész ország ünnepli a gyerekeket. És ezért arra gondoltunk mi is, hogy szeretnénk egy, nem csak egy gyereknek, hanem egy gyereknek megadni azt a lehetőséget, hogy tegye boldoggá az egész osztályát, vagy a baráti körét, vagy a kis csapattársait, vagy bárkit. Ezért pénteken valaki majd nyerhet egy teli hűtőszekrényt, illetve egy hűtőszekrény teli jégkrémmel. Ó, de jó. Aha. Ez igazi gyereknapi ajánlás. Igazi gyereknapi ajánlás. Várja, megeszik a jégkrémet, és akkor a hűtőt visszahozzuk? A hűtőt igen, azt hiszem, fogod, és lerakodik a klasszefe portáján. Na, azért korrekt. És utána Jani az, aki is lecseréli a régi kis lehel hűtőcskét. Nem, megnyerhet egy gyerek majd egy teli hűtőszekrényt, miért így mondom mindig, tehát egy hűtőszekrényt teli jégkrémmel. És ezt annak adja oda, akinek szeretné. A jégkrém lesz teli? A hűtő lesz teli jégkrémmel. Aha, ja, a hűtő lesz teli jégkrémmel. És ehhez pénteken mi társítunk majd egy, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen egy, nem biztos, hogy a tehetségkutató a jó szó, hanem pénteken majd a gyerekeknek szenteljük mi az adásunk nagy részét, és mindenféle gyermek jelentkezhet mindenféle produkcióval. Kor megkötés nincsen, mondjuk 20 plusz fölött már nem hiszük el, hogy milyen aranyos az ödönként, és 6 éves, és milyen cuki. Szavalhat, verset mondhat, dobolhat, gitározhat, viccet mesélhet, elkápráztathat bennünket, rádión keresztül, ha papa tolmácsol, hogy a gyerek éppen mit csinál, akár bűvészkedhet is. Fontos, hogy izítsátok a gyereket, hogy pénteken nyerje meg nektek családilag a hűtőt, és a hűtőben található összes jégkrémet pedig majd beviszi az óvodájába, hogy oda szállítatjuk, ahova akarja. Gondolatolvasás, alkalmazott grafika, minden. Minden. Holisztikus orvoslás, kvantumfizika. Jól értem, azt nem igazából nem tehetséget keresünk, hanem inkább jellemzően jelenséget. Jelenséget keresünk, egy olyan produkciót, amivel azt gondoljátok, hogy a ti gyereketek ebben jó. Szórakoztató, vicces, jól adja elő, jól mondja, ügyesen zenél, ott van a szilofon, amivel tud játszani, dorombozik a gyerek, de úgy, hogy megőrülünk, annyira dorombozik majd, vagy olyan dumája van, hogy stand-upol a gyerek, és még csak 6 éves. Be kell nevezni a gyermeket, jó? Van egy e-mail cím, ezt majd mondani fogjuk. Pénteken pedig jönnek a kis jelöltek, és valaki tényleg szeretném boldoggá tenni gyermeknap. És nyertesek, hogy két legyet ültet egy csapásra, mert meghívhatja fagyizni a kis osztálytársait, barátaid, meg otthon is lecserélhetik a hűtőt. Igen, egyébként tényleg jó. Jó, úgyhogy ez lesz pénteken, csak már most mondjuk, hogy füleljetek, és gondolkozzatok, hogy van-e olyan gyermek, aki esetleg benevezne, vagy aki ti beneveznétek. Jó, 6 perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. És most! Most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van. Indítjuk a hetet, olyan kis komótosan, olyan kis hétfő, nem sietünk. Hétfő sem, hát mit facakoljunk, még van 4 nap. Persze, hát még hosszú. Hosszú a hét, ma még jó idő lesz, aztán jön egy hidegfront, csütörtöktől gyerekek, viszont olyat látok. Azt nem is tudjátok, hogy miért látok, brutális a jó idő. Jön, csütörtöktől hétvégére már 30 fokos, igazi május végi, június elejé időjárást mondanak. Fürödtünk a tóban. Na, fürödtetek el, így van. Hát gyakorlatilag mutatom ennyi, tehát így berohant, és ki, ez volt a fürdés. De arra volt idő, hogy átszappanod magad. Hát, sosem használunk szappant, mi vidéken. Haját mostál a tóba, megszappanoztam. Csak addig rohadt benne a kocsinak a másik oldalát, le tudtam mosni. Ezt akartam mondani, és csak a kocsit mostuk. A srácok jobban bírták, mert nekik az teljesen mindegy, tudod, víz. De már lehet. Tehát szerintem ilyen 18 és 20 között valahol volt. Vízmagasság, vízmélység? Nagyon nagy. Víztisztaság, vízállapot, minden? Nagyon szép, tiszta, fürödhető, fantasztikus. Tehát még hideg. Na, jó lesz a hét. Nagyon jó. Nálatok új kikötő? Áramlások rendben vannak? Nem gyűlik az egy másik, tudod. Mi vigyázunk a vízünkre. Ez a kisebb. A nagyobb kikötő az a nagyobb tavon. A nagyobb tavon egy kikötő. Azt átadták, ahogy olvastam. Szép lett, igen. Trafi a 86-os úton Bered és Lépcsőalak között, Fehérszárból mérik a Szombathely felé autózókat. Köszönjük szépen. Trafiznak Soltvadkert és Kecel között fekete Suzuki-ból. Ezt Norbi küldte nekünk. Sajó Ivánka és Kazincbarcika között a 26-os főúton körforgalom irányítás mellett kátyúznak. Óvatosan menjen mindenki. Aztán gigadugó van Hegyeshalomnál, 3 kilométeres a kamionsor, Tibi küldte nekünk. M3-a 100-as kilométer Miskolc felé hídról lesnek az elrendében őrei, egy transporter áll a hídon, vigyázom mindenki, nyitott oldalajtóval is úgy mérnek. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy kérdezitek ezt a pénteki tehetségkutatót, hogy adunk-e igazolást? Hát leginkább azért mi azon a napon a 7 és 8 óra közötti időintervallumra hagyatkoznánk. Igen. Tehát utána ugye értelemszerűen már minden gyerek iskolában van, meg óviba van. Ha vannak még esetleg jelentkezők, 8 után is becsülöketnek, de mi a fő sodorban a 7 és 8 között csinálnánk meg magát azt a kis gyereknapi tehetségkutatást, ami tulajdonképpen nem is tehetségkutatás, hanem arról szól, hogy szeretnénk valakit boldoggá tenni. Ehhez azonban azért csinálni kell valamit. Valamit mutatni kell, egy hűtőszekrényt el is teljék krémmel. Több ezer adag, ahogy most hallottam a reklámban. És egy vadonatúj hűtő a családnak. Úgyhogy tessék trenírozni a gyereke pénteken. Öcsikem, már pedig odamész, elmondod azt a verset a Balázsnak. Úgy csak nem mondod azt a verset, nem lesz meg a hűtő. Na, most még elég a szobában. Jó, te tessék a gyermeket péntekig felkészíteni arra, hogy már pedig itt teljesíteni kell. Nem esszük meg őket. Ne megdolgoztatjuk azért. Hát valamire kíváncsiak vagyunk. Most jó fejpedagógus csak azt mondja már, hogy nyugodtan óra közben is mondd el a versedet, nem? Hát az egész iskolának van belőle jégkrém. Persze, vagy nem jó fejek? A fejek. Jó fejek. Nagyon jó fejek. Nem lesz semmi gond. Ezzel darab jégkrém meg egy új hűtő. Ne vicceljétek már. Az én fiam saját testvérét képes gumicukorból elfogyasztani. Ezzel lehet esélye? Hát, valahol igen. Hát, hogy elhisszük. Ha csinálsz róla egy videót, és átküldöd nekünk, akkor abszolút elhisszük, tényleg. De nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy kérdés hallgatom, kérem még az előző témához kapcsolatban, hogy Balázséknak üzenem a Morning Show-ba, Kövi Rózsa iszonyat veszélyes a fülgyűlöles kezelésére, kristályok alakulnak, és azok lerakodnak a fülben, ne terjesztetek hülyeségeket. Hát én felmentem az internetre, és rögtön találtam egy gyerekkor most, akinek a honlapján fel van sorakoztatva egy pár olyan népi gyógyászati mód, amit egyébként ő is ajánl arra, hogy például fülgyűlöles kezeljünk. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy bármi, amit hallottok itt reggel a műsorban, és adott esetben mondjuk például ilyen öngyógyítással foglalkozik, vagy bármilyen jó tanács, nem kell megfogadni, mi eléggé felnőttnek tartjuk a hallgatóinkat ahhoz, hogy egyrészt konzultálnak szakorvossal, egyrészt nem mennek utánunk, mint a birkák, tehát hogy elhangzanak dolgok a műsorban, részben hallgatói SMS-ekből, részben saját kútfőből, de semmi sem szentírás. Tehát, hogy mindenki legyen egy felnőtt. Tényleg jó, nem kell fél liter belönteni, de pár cseppet nyugodtan, attól még nem lesznek kristályok a gyerek fülében. De ránk ne hivatkozzon, náluk hallottam is azért. Igen.
Öcsike azóta nem hal. Miért Balázs mondta, hogy öntsünk kövi rózsát. Mennyit öntött, drága szület? Másfél liter. Hát úgy, abban nem teljesen ezt mondták, hanem két cseppet. Két cseppet mondták. Egy ilyen kis haddecis kis üvege megszóltam, hogy ennek egy kövi rózsát cseppet. Úgy lehet, hogy lesz a gyerek fülébe, Krista, meg ha hosszú távon alkalmazott. De hát itt nincs szó hosszú távú kezelésről természetesen. Na jó. Mi a helyzet ezzel a budapesti edzőteremmel, gyerekek? Hát láttam, hétvégén felrobbant az internet. És egy nagyon érdekes történet, ugye itt most már ment kampány az edzőterem ellen, a fiú mellett. Röviden csak elmondom a történetet, talán nem mindenki jó volt internet közelben hétvégén. Egy budapesti edzőterem ugye nem kitiltott tulajdonképpen egy Down-szindrómás vendéget, hanem finoman megkérték, hogy lehetőleg ne járjon oda kondizni. A bulvár már úgy csinálta, hogy kitiltották a fiú, de hát azért az árnyalatbeli különbséget tartalmaz. Végeredményében azonban egyébként sok különbség nincs, mert ha kitiltott, ha megkérhet, hogy ne jöjjön, mindenféleképpen diszkriminálod, ez nem túl jó. És hát ugye a Down-szindrómás fiú egyébként ő teljesen normálisan lejárt, nem zavart senkit, állítólag edzett, és az ő testvére megszólal ebben a cikkben, és a konditerem tulajdonosa is, aki azt mondja, hogy az elpusztítására indítottak hadjáratot, de hogy ő ellenáll és mindenhol helyreigazítást kér. Mi baj volt, vagy mi bajuk lehetett ezzel a fiúval, hogy megkérték, hogy ne jöjjön többet? Mondom, nem kitiltották, csak megkérték. Nagyon fura ez a szituáció. Sajnálom ezt a fiút, hát miért nem mehetne ő egyszer? Elviekben ott nem is annyira a konditeremnek a tulajdonosa, mint inkább néhány vendég volt az, aki jelezte a konditerem tulajdonosának, hogy őket zavarja edzés közben ez a srác, aki viszont a tesója szerint az égi világon senkit nem zavart, teljesen ártalmatlan volt, nyugodt volt, csendes volt, nem zaklatta a többi vendéget, stb. Lejárt. Hát a Down lejárt és sportolt. Igen, a szindrómának ugye vannak külső jegyei. Igen. Ez alapján is állapították meg annak idején a betegséget. Ha valaki erre azt mondja, hogy egy olyan ember, aki nem úgy néz ki, idézőjelesen mondom megint, mint az átlagos, ne járjon ide, azt szerintem nagyon nagy hibát követel, és a tulajdonos is én egy picit haragszom, mert neki nem azt kellett volna mondani, hogy figyelj, ezzel a fiúval semmi baj nincs. Nem úgy néz ki, mint mi. Igen, a tulajdonos ugye azt mondta, hogy a vendégektől elmarasztaló vélemények jöttek, hát már most pedig neki egy közösséget kell nézni, ehhez kell igazodni, és ezért kérték meg, hogy ne járjon. Ráadásul a terem veszélyes üzemmódnak számít, és ő megsérülhet. Közben pedig azt olvasott, hogy kísérővel ment, soha nem ártott senkinek, és vigyáztak rá, de hát nem. Bár bárki megsérült egyébként. Igen, na és elindult ugye a virtuális népharag, mindenki segíteni szeretne a fiúnak, meg beszélni vele, meg edzőtermeket ajánlanak, meg személyi edzők jelentkeznek, tehát megindult a népi összefogás. Ugyanakkor, de a történet valójában érdekes, és abból a szempontból tanulságos, hogy hányan járnak vagy járhatnak hasonló helyzetben vagy cipőben, nem? Akiket valamilyen közösségből azért tesznek ki, mert ott többen mondjuk, többeknek te nem tetszel, na most jár mondjuk egy Down-szindrómás kisfiú. A veszélyes üzemre még azért egy fél mondatot ott pazaroljuk már, hogy tele van az internet. Egyrészt olyan videók, másrészt meg saját személyes tapasztalatunk is az, hogy nem kell Down-szindrómásnak lenni ahhoz, hogy olyan jelenteknek legyél a tanul, vagy olyan dolgokat láss, olyan embereket lással, akik úgy használják a különböző gépeket, mint hogyha nem tetteleg, mint hogyha most jöttek volna a világűrből valahonnan, és hogy nem tudom. Tehát, hogy mondtam, megfejthetetlen, hogy működik egy-egy gép. Szerintem ez a fiú, aki mondjuk volt lent 20-szor ebben az edzőteremben, biztonságosabban kezelt a súlyzókat, meg ezeket a cuccokat, mintha én most lemennék, aki életében nem feküdt még ilyen hasranyomó padon, vagy mi az? Fekvenyomó padon. Hasranyomó padon, igen. Tehát valószínűleg én veszélyeztetebb vagyok, mint ő, tudod? Tehát, hogy erre hivatkozni, ez egy picit fura. Ugyanakkor hadd álljak át a másikor, nem szívesen teszem, de kell a másik oldal, én vagyok a tulajdonos, és a 20. vendég jön oda, hogy de basszus, milyen vendégek ezek? Ezt mondtam az elején. Zavar, számomra például kifejezetten jó üzenete van annak, hogy idézőjelben, tehát hogy ilyen emberek is lejárnak. Tehát egy Down-szindrómás kisráccal találkoznék én lent egy edzőteremben, akire azt mondani, hogy mennyire jó arc egyébként az edzőteremnek a tulajdonosa, hogy de egyébként nem is gondolnám ezt, mert számomra ez halálosan természetes lenne, hogy vannak olyan országok, ahol halálosan természetes az, hogy mit tudom, hetente egyszer beállítanak adott esetben szellemi fogyatékos gyerekeket is mondjuk egy hipermarketnek a pénztárába, és az ottani emberek azt mondják, hogy ebben semmi nincsen, semmi extra nincsen, halálosan természetes neki, hogy ott állnak ezek a fiúk, mert hogy őket is be kell építeni a társadalomba, vissza kell vezetni, vagy egyáltalán hozzá kell szoktatni az összes többi embert az ő látványukhoz, az ő betegségükhoz, mindegy, hogy nevezzük ezt a dolgot. Tehát kell, egyszerűen szükség van arra, hogy velünk legyenek.
Igen. Hogy ne érezzék magukat betegnek. Igen, hát ugyanakkor meg sokan mondják, hogy a saját konditerve eldöntheti, hogy ki járjon oda, és ki nem járjon, vagy ki ne járjon oda. Az üzenet tényleg jó lenne, amit a Jani mond, nagyon, hogy azt igen. mondod. Nagyon. Na, mindjárt megkérdezzük a testvérét ennek a fiúnak. Kisván itt van velünk. Hello, István, jó reggel, ciao. Sziasztok, fiúk, hello. Jó reggel, szia. A hallgatókat. Attilának hívják a tesódat, ugye? Igen. Na most azt olvastam, hogy ugye nem igazából nem kitiltották, csak megkérték, hogy ne járjon oda, jól mondom? Pontosan, igen. Kettő között egyébként csak fogalmazásbeli különbséget vélek felfedezni, majdnem ugyanúgy, én legalábbis ugyanúgy értékelném a dolgot. Hogy történt, vagy mi történt? Kezdjük az elején. Tehát Attila lejárt oda edzeni, egyedül, vagy segítséggel? Nem, ez úgy nézett ki, hogy nagyjából egy másfél hónapja édesapám ott beszélt a terem tulajdonosával, hogy lenne egy Down-szindrómás kisfia, ilyen-olyan problémákkal, amiket felvezettünk neki, és hogy esetleg jöhetne. Megörültek neki, elkezdtek járni, az öcsém egyre jobban élvezte ezt az egész dolgot, és múlt héten jött szólni a tulajdonos. Látszott rajta, hogy nagyon kellemetlen neki, tehát azt azért szeretném leszögezni, hogy mi nem támadjuk sem a termet, sem őt. Hozott egy döntést, nyilván valószínűleg gazdasági okok miatt jelezhették neki többen, hogy nem szeretnének járni. Ezt mi meg is értettük. Ez volt az indok, hogy én engedném, de hogy a vendégek nem örülnek neki, és ezért szeretnélek benneteket megkérni, hogy ne járjatok ide, ez így hangzott el? A szüleim voltak ott, én nem voltam ott. Úgy hívott fel édesapám, eléggé lakatottam, hogy képzeld el, elküldtek minket. Akkor én átbeszéltem velük. Oda jött a tulaj, kellemetlenül hímezve, hámozva, hogy hát több visszajelzés jött, és hogy esetleg találhatnának-e olyan módot, hogy máshová járjanak, vagy szabadtérjelzés, ilyesmi. Tehát végül is igen, megkérte a visszajelzések alapján, hogy válasszanak más edzési módot. Hát aztán már itt változott, sajnos kicsit sárdobálásban ment el ez az egész dolog, és aztán jöttek olyan nyilatkozatok, hogy egészségügyileg túlsúlyos volt, de csak is kizárólag édesapám és édesanyám kísérletében látogatta a termet az öcsém. Igen, közben ugye készült egy videó a tulajjal, ahol ő egészen részletesen mondja el, hogy miért nem szerette volna. Ott már inkább Attila biztonságát emeli ki, hogy ha ott megsérül, vagy kárt csinál magában, akkor ugye a tulajdonost perlik be, és ez már terjed ez a videó a Facebookon, ahol a tulaj megmagyarázza, hogy miért nem akarta. De hát a kezdeti indok az nyilván nem ez volt, hanem hogy a többi vendég nem örül. Jól értem? Mi nem ezt hallottuk, igen. Aha, nem tehát nektek nem ezt hallottam. Már én is láttam. Még egyszer mondom, nem támadjuk a termet, őt se szeretnék. Itt már többen ajánlották, hogy akkor kártérítési persetőbb, és hát szó sincs róla. Ez a poszt azért íródott, hogy találjunk egy olyan termet, ahol nem zavarjuk az egészséges sportolókat azzal, hogy az öcsém fogyatékos. Meg ez az önveszélyesség, tehát ez a hivatkozás az önveszélyességre, ez azért sem áll meg, mert ahogy mondod, édesanyjaddal vagy édesapáddal együtt látogatta a termet, tehát hogy gyakorlatilag állandó felügyelet alatt volt. Egyrészt, másrészt nem szükséges az öcsém számára állandó felügyelet, nem ön és közveszélyes, jól szocializálták, el tudja látni magát. Egyébként vannak olyan Down-szindrómások, akik hangosak, stb. Szerencsére az öcsém nem ez a kategória, viszonylag csendesebb. Igen, szeret új dolgokat kipróbálni, tehát ahogy mondta az edző is, valószínűleg nem csak azokat a gépeket nézték meg. Ez egy több teremből álló edzőterem. Az esetek nagy többségében nem igazán, vagy maximum egy-két fő volt bent, ezt édesanyámnak elmeséléséből tudom. Rengeteg képünk készült, megint csak nem hatásvadász vagy marketing szempontból, egyszerűen a szüleim büszkék voltak rá, hogy a tesón végre tornázik, mert hát sajnos eléggé elhízott, tehát ezt mi is tudjuk, hogy a mi hibánk is. Örültünk neki, hogy elindult. Hát ez tök helyes, hogy ő elkezdett persze, edzeni. Meg valamivel foglalkozik, ez nagyon jó. Igen, ez helyes. Ő magától mondta, Attila, hogy ő menne szívesen, vagy mondta neki, hogy van a gyúrás, próbálja ki, és akkor ő lement. Ezt mi szerettük volna, igen, mert tényleg túlsúlyos lett, elhízott, és tenni kellett valamit az egészsége érdekében. Az őket kezelő orvosokkal egyébként konzultáltunk, mert neki egyéb problémája is van, pajzsmirigy, stb. Szaruhártya probléma, tehát előtte a szüleim ennek utána érdeklődtek. Ugye az is elhangzott itt az úrszájából, hogy nem tesz jót, igen. Hogy nem tesz jót egyébként a Down-szindrómásoknak, ha gyúrnak. Igen, igen. Igen, nem. Először ilyen bringázás, futás volt, ilyesmi. És tényleg fontos, hogy mi nem szeretnénk sárdobálásba belemenni, okolni sem, megértjük. Még azt is, hogyha akkor azt mondja a szüleimnek, hogy nézzük, nem készültünk erre fel, ugyan jót szerettem volna, jöjjön ide a gyerek, de nem biztos, hogy ez jót tesz neki. Kicsit másabb lett volna a gyerek. Attilát egyébként hogy érintette? Nyilván ő azért, tehát hogy
azért érzékel a külvilágból, meg lehet velük kommunikálni. Nekem is van Down-szindrómás ismerős, amiket rengeteg mindent megértenek. Nagyon mély érzésűek közben, rettenetesen sok mindenre tudnak reagálni, ha kifejezni nem is tudják magukat, ugye mindig teljesen úgy. Szóval, hogy ő megértette, vagy elmondtátok neki, hogy mi történt? Hát a helyzet az, hogy Attila azt tudja, hogy azért nem megyünk oda edzeni, mert festik a termet. Édesem, de nem mondtátok, nem mondtátok meg neki. Aha, de helyes. Ez egyszerűbb volt. Abban a helyzetben ő érezte, hogy róla van szó, mert viszonylag hamar fölöltözött, és elindult kifelé. Aztán kint az autónál a maga módján előadta, hogy na köszönöm szépen bácsi, hogy nem tudom lefogyni a hasamat, de ez inkább a viccesebbik része. Ja, azt gondolom, hogy azért minden esetre jó, hogy ezt kitetted, hogy tényleg nem a bosszú miatt, hanem hogy egy kicsit erről beszélni, hogy az elfogadás a mássággal szemben, és ez tök mindegy, hogy milyen másság most esetetekben a Down, de hogy nem lehet azt mondani, hogy valahogy megoldjuk, gyerekek, gyertek nyugodtan, ez a szörnyű benne, és ezért meg jó, hogy elkezdtél vele foglalkozni, szerintem. Ez ilyen első felindulás volt, de a legelső posztban is azt szerepelt, hogy nem szeretnénk senkit bántani ezzel, különösképpen a tulajdon sem, mert ő az elején teljesen nyitott és befogadó volt. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy ő valószínűleg más szempontokat... Nyilván üzleti szemben nézi a vendégek, ha szóvá teszik, akkor hősze. Ez abszolút megérthető, tehát ne veszítsen 10 vendéget azért, mert mi most ott vagyunk. Tehát ezt mi abszolút értjük. Sem a személyével, sem a termével nem volt semmi problémánk. Sajnos azért ez a komment hullám elindított egy ilyen hadjáratot ellene. Engem is rengetegen kerestek meg a felajánlások mellett is, hogy akkor be kell perelni, stb. És én kértem mindenkit, hogy ne tegyék. Mi sem szeretnénk, ők se tegyék a mi nevünkben. Igen, alapjában véve én a problémát nem értem, tudod? Tehát, hogy valójában mi zavar embereket, hiszen az, hogy ön is közveszélyes, ez nem így van. Az, hogyha valamit rosszul használ, akkor leginkább azért az esetek 99%-ában, aki tud, volt már konditermen, az tudja, hogy maximum magába tesz kárt, ahhoz azért fel kell kapni a francia rudat és hármat nagyon rosszul forogni, ilyet nem csinál, hogy valakit leüssél. Tehát, hogy itt maga a jelenség az érdekes egyébként, és mindenre lehet fogni, hogy a nem tudom, a vendégek, vagy nem tudom, de hogy ugye, hogy mi zavarta a vendégeket? Ott van egy Down-szindrómás fiú, aki edz, aki nyilván más, mint a többiek, hiszen beteg, azért ezt ki kell mondani, de ott van valaki, aki vigyáz rá, egy szülő, és szépen ketten leedzenek egy órát, elmennek. Tehát mi van a vendég fejében, mi van a magyar ember fejében, aki azt mondja, hogy már pedig én nem járok vele egy terembe, én ide akarok jönni, tehát kérjétek meg a tulajt, hogy ő ne jöjjön, vagy én elmegyek a tulajhoz panaszkodni. Mert ugye más, ha valaki kiabál, vagy ordibál, vagy úgy viselkedik, arra mondhatjuk, hogy igen, nem ezért megyek le egy edzőterembe. De hát jelen esetben nem erről van szó. Tehát, hogy mi lehetett az emberek fejében? Szerintem ebben ez az érdekes. Hosszú távú tapasztalatunk az, hogy általában azért a fogyatékos emberek jelenléte sokszor nyomasztóan hat a nevezük egészséges társaikra. Lehet, hogy ez dominálhatott valakinél, hogy úgy érezte, hogy őt ez hátráltatja, akár lelkileg, vagy frusztrálja esetleg. Nem tudjuk, de tapasztaltam már én is sok ilyet. Igen. Olyan közegben mentünk, mert az, hogy megbámulják, megnézik, hát ez általános. Ez egy érthető emberi reakció, persze, hogyne. Mondom, ezt is tapasztaltuk már, hogy nyomasztónak érezték a jelenlétét. Igen. Máshol, de ezt mások is szerintem, akik... Mi lett a megoldás? Tudtok máshol menni? Azt, ha olvastam hétvégén, hogy rengeteg edzőterem ajánlott föl nektek, ugye te is mondtad, hogy menjetek oda, bérletet ajánlottak, tehát hogy ez a dolog akkor valószínűleg megoldódik. Igen, termet találtunk, bérletet ajánlottak, de ezt tisztelettel megköszöntük, tehát szerencsére olyan körülmények között érünk, hogy nincs szükségünk arra, hogy ingyenes edzést ajánljanak fel nekünk, vagy bármilyen tárgyat, mert tényleg kaptunk tárgyi felajánlást is, de ezt tisztelettel megköszöntöm azoknak, akik felajánlották. Hogy értsék, hogy ez most nem erről szólt? Persze, nem, hogy valaki ezt félreértse, vagy azt tudja majd mondani, hogy na csak ti is egy ingyen bérletre hajtottatok azért, ez a balra, persze. Igen, kifejezetten egy olyan felkészült, vagy elfogadó termet kerestünk. Sikerült többet is találni, most végül is velük vagyunk úgy tárgyalásban, hogy leegyeztetjük, hogy mikor tudunk menni, ők felmérik esetleg, és hogy akkor hogy lesz a folytatás, tehát a hetünk az arról fog most szólni, hogy egy-két termet megnézünk. Igen, szerintem egy konditerem, én jártam, nekem nem a közegem, én nem nagyon szeretem, de például az, aki büdös, aki üvöltözik, aki úgy emel súlyt, hogy mezit lábban, úgy a büdös a lába, hogy könnyezik a szemed, érted, elmegy melletted, és a mellett kifordul, hogy bámulja magát a tükörbe, hogy közben hangosan telefonál, mert éppen autót hoz be Németországból. Kéretlenül azt a tanácsokat. És mondja, hogy most kit hova vitt hétvégén, és a Porsche Cayenne-t most meghúzták, érted, és nem mersz oda menni a fekvőpadra, elkérni a török között, mert ott, hogy megöl, ránézésre 3000 év, érted.
Igen. Szóval, hogy számomra sokkal inkább irritáló vagy zavaró lehet, amikor jártam, mondom, nem a közegem, mint egy helyes Down-szindrómás kisfiú, aki egyébként ott van ehhez, éppen meg tök cukik, meg aranyosak, meg jó érzések, mély érzések, tehát tényleg nagyon nagyon aranyosak, nagyon kedvesek tudnak lenni. Nem? Hát hány ilyen alak van a konditerben? Aki százszor inkább. Nem egy egyszerű dolog, és akkor menjél oda a tulajhoz, hogy mondja neki, hogy figyelj, az van, hogy a srác befoglalta úgy tűnik egész délelőtre a fekvenyompadot, hogy nem lehetne szólni neki, hogy egy picit legalább nem tudom, vegye le a törölközét, mert már rég, hogy a hátképen van. Leteszi a törölközét, elmegy hátazni, elmegy telefonálni, és nem tudsz menni fekvenyomni, mert ott van a törölköző. De hozzá nem mersz. De ránézésre, mert nem mersz oda, mert tudod, hogy átharapja a torkodat, és berakai, nem tudom, Kájernek a csomagtartójába. Na jó, van, de akkor megoldottam. Ilyen azért ez egy érdekes történet, megint hülyen mutatja, hogy tudunk valakihez állni. Vagy, szóval igen, sok mindenről szól azért ez a történet. Jó, de Attila megy edzeni, erről beszéltünk, tehát nem hagyja, hogy viszitek. Igen, nem véletlenül se, sőt, most egy picit így ecsetelgettem neki, hogy mennyi ember írt neki, meg ugye látta a saját fényképeit akár újságodon is, a hírcsatornákon is megjelent, és nagyon büszke volt, és gratuláltatott magának, hogy ő szerepelt. Édesem, tényleg? Úgyhogy még egy nagy löketet adott neki, és hát megbeszéltük azt is, hogy itt most azért neki még többet kell ezzel letennie, mert ennek híre ment, úgyhogy lehet, hogy egy-két embernek még talán segítséget is tud ez adni, hogy találunk olyan helyeket, ahol működik ez a dolog. Helyes, abszolút, persze, jó, tettétek meg, szerintem jó is, nem az edzőterem ellen mondom, én nem is ismerem a tulajt, meg nincs vele bajom, én azt a részét értem, hogyha van nekem egy konditerm, és van 100 fizető vendég, és mindenki azt mondja, hogy vagy elmenek, vagy elküldöm, akkor még én azt igen, is megértem, hogy a tulaj zavarba volt, jó fej, és ő egész egyszerűen pénzből él neki, ezt meg kell tenni, én nem a tulajra haragszom, az emberek mentalitásával van bajom, akik aztán ezt generálták, szerintem a tulajt már csak reagált, pénzből él, az ő terme, ő tartja fönn, hát meg lehet érteni, 100 ember mondja, hogy egy ember ne legyen, akkor az egy embernek hát mondod, meg nem a 100-at próbálod meg győzni. Szóval a vendégkörrel van leginkább a baj, szerintem nem a tulajdonosa. Köszönjük, hogy elmondtad ezt a történetet, István. Mi köszönjük a figyelmeteket. Ciao, köszönjük. Köszönjük, hogy beszéltünk. Hello, ciao. Szia. Hát ez a tipikus magyar jelenség. Igen, nem, de ugyanakkor meg nem baj, hogy kirobbant ez a dolog, mert hogy tényleg valamennyi formája azért a közvélekedés, meg a tudatot, meg a hozzáállás. Szerintem ez egy, ennek így például tök jó üzenete van, hogy ennyi edzőterem jelentkezett, hogy ők nagyon szívesen persze, látnák. Persze. Igen, valaki írja, hogy biztos zavart Attila őket, hogy belógott a szelfibe. Hát igen, nem lettem olyan szép a képen, mert itt van Attila. Hogy tudok így szelfizni. Fél 10 múlt pontosan. Egy perccel, 3-as ugrás játszunk már, és itt van a hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Szia! Vivi! Honnan hívtál minket? Vivien vagyok. Budapestről. És mivel foglalkozol? Szállodában dolgozom, mint értékesítési asszisztens. Az menő. Egy jó budapesti szálloda? Igen, egy 4 csillagos. Aha, belvárosi, Korvin negyed. Nagyon menő, mindenki jöjjön. Azt a mindenki jöjjön. Mindenki jöjjön, jó a szálloda. Egyedül játszol, Vivi, vagy van segítségen? Nem, jöttek a fiúk, itt vagyunk hárman az irodában, rajtam kívül vannak ketten. Plusz a 316-osból lehívtuk az egyik vendéget. Igen. Igen. Nagyon okos. Igen. Hát, hogy tudja. Na, azt mondja, hogy milyenek a kérdések jelenti? Közepes. Jó. Közepes. Na, figyelj. Nagyon izgulok. Ne izgulj. Még ne kezdjük, beszélgessünk előtte? Legyen egy kis stresszoldás. Nyomkodjunk akupunktúrás pontokat. Feküdj le a diványra, dőj hátra, lazulj el. Képzelj el egy olyan helyet. Minden nap hallgatlak benneteket, és valahogy mindig azt érzem, hogy én ezt tudom, és ő nem tudja, és most itt vagyok, és úristen, ha nem fogom tudni, az nagyon gáz. Ne, nem mondjuk ezt senkinek, ha nem tudod. Jó? Mi tudunk titkot tartani. Köztünk marad. Abszolút köztünk marad. Mi hárman is te. Nem mondjuk ezt. Zsülded le a fülhallgatót, jó, ne hallgass el. Jött Vivi és nem tudott semmit, mi erről hallgatunk. Mint a sír. Milyen nemzetiségű előadó nyerte az idei Eurovíziós dalversenyt? Így szól az első kérdés. Ukrán. Szóltál? Nem. Mondtál valami? Bajotok. Itt vagy? Baj van? Nehogy baj, nem volt. Mondtál valami? Ukrán, nem ukrán. Ukrán? Nem, kétszeresen ukrán. Nagyon ukrán. Ukuk. Ukukele?
Akkor nem az volt? Ukrán? Vattok? Ki? Kicsoda? Mi? Ne! Mit mondtál? Ukrán! Picit féltünk, hogy ezt mondod, hogy bolgár, de... Uramisten! Nagyon jó. Jó van, megvan. Megvan az eső. Fújjuk egyet. Vigyál egy kortyot, rázd a kezed, kicsit mozgasd át a vállaidat. Töröld meg a homlokod. Jó. Jó, készen állok, mehet. Mehet tovább? Dobd be egy ginkó bilobát. Na figyelj. Mehetünk tovább? Igen, mehetünk. Kész vagy, Vivi? Igen. Melyik világhírű labdarúgó klub egyik beceneve a Bőrnadrágosok? Na Istenem. Jaj, itt vagy? Csak sportot ne. Kérem? Hogy? Mit? Sportot? Csak sportot ne. Mi a baj a sporttal? Nem. München. Micsoda? Hogy tetszik mondani? Egy teljes nevet, ha lehetne. München. Mit csináljak? De felső München vagy alsó? Melyik? Vagy. Mit mondasz? München mondta? Milyen München? Bayern München! Bayern München! Bayern München! Bayern München! Ez a... Bayern! Aj, de szép! Azt a nyilván! Vivi, túl vagyunk a másodikon is. De ez az FC vagy az AC? BC. Mi legyen a harmadik kérdés? Könnyű. Hát a harmadikra viszonylag ritkán van, de hát most... Ez most az. Akkor menjünk. Igen, nem állsz meg? És mi van nehéz? Nem. Biztos? Akkor nem baj, menjünk. Tutira meg lenne egy pasztorta, meg egy baseball sapka. Most tutira megvan. Most megvan. De lehetne egy órát, ha megcsinálnál a harmadikat. De nagyon kéne egy óra. Egy óra? Igen. Igen. Ha elbukod, akkor nincs meg az előző kettő sem. Tudod. Hova? Előző meg valahol? Kéne egy óra, egy szabad óra. Menjünk? Menjünk, annyira nem lehet nehéz. De az lesz. Aha. Segítség, az lesz. Az előbb nem. Most ránéztem, jobban elolvastam, mégis csak nem. Nem ez a válasz. Nem az lesz. Kivel énekelted? Hogyan? Tessék? Mehetünk, bocsánat, mehetünk. Kivel énekelte duettben Robbie Williams a Something Stupid című dal? Oh, Nicole Kidman-nel! És tudjam! Ez a nekem való! Azt a mindenit! Csak a bulvár! Bulvár, ez mi hol bulvár? Forgatjuk a Story magazin? Forgatjuk? Vagy honnan ment ez ilyen jól? Mamám kapja szomszédnőtől, muszáj vagyok elolvasni. Ja, minden jó. És ki ebből a nagy kedvenc? Robbie vagy Nicole vagy... Vagy something. Kicsoda, Robit kedveled? Robi, aha. Voltál tavaly a koncertjén? Nem, sajnos. Nem voltál. Jó kis koncert volt egyébként. Picit halknizott, de nem volt rossz. Mm. Jól van. Vivi, megvan az ajándékcsomag. Jaj, de örülök neki. Köszönöm szépen. Nagyon kellett az óra. Megszolgáltad. Meg. Jaj. 4 kilót fogytál, 180-as a vérnyomásod, de meg. Miért kellett ennyire? Miért kellett ennyire az óra? Miért szeretted volna ennyire? Nekem sok órám van, nem tudom. Lányoknak cipőfétise van, meg ilyenek én az órákat. Gyűjtöd az órákat? Ah, minden színű, mindenféle. Minden rádiótól, minden reggeli műsorból. Már nem figyelszem. Ti voltatok az utolsók, akik ezenbe jutottatok. Igen, már most slágeres, műzikos, megvetőt is. Most már csak ki voltatok. Na jól van, Vivi. Oké, küldjük neked a csomagot. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. 9:50 múlt 6 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatára. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye korán 7 óra után beszéltünk arról az Uberes sofőrről, aki foglyul ejtette az adóellenőröket, annyira megrémült. És hát ugye a gépkocsi vezető, mikor a fuvar végén rájött, hogy navosokat szállít, blokkolta az ajtókat, elindult az ellenőrök kérdésére, csak annyit mondott, mikor megkérdezték az ellenőrök, hogy hova viszi őket, jó helyre. Fél órát körözött az ellenőrökkel, mire kirakta őket, mi felhívtuk Schuller Attila alezredest a NAV-tól, hogy egyrészt meséljen az esetről, és más hasonló esetekről is, hogy mit szóltak már a delikvensek ahhoz, amikor ugye kiderült, hogy adóellenőrzés van, ki hogyan esett pánikba. Hát ő megautóztatta a navosokat. Vicces a dolog, mert hogy megúszta volna egy büntetéssel, így viszont hát sokkal keményebb büntetése számított. Hivatalos személy elleni erőszak, ugye, hát ha nem engedett kiszállni az autóból, nem szerencsés. Aga. Nem szerencsés. Erről beszéltünk arra reggel, valamint az öngyógyításról is, ugyanis egy amerikai házaspár nem akart elmenni fogorvoshoz, és hát a férfi neki esett a nőnek, egy harapó fogóval kezdte kitépni a rágó fogait. A seb elfertőződött, és brutális komplikációkkal kellett a nőt megműteni. És rájöttünk egyébként, hogy minden családban van egy mindentudó, akinek van egy olyan recept, egy olyan tinktúra, egy olyan krém az ő birtokában, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy mi bajod van, ő hozza a kis tégeit, megetett, megitat,
és te meggyógyulsz. Mindenre jó. Mindenre jó. Igen, de itt leginkább a tudás az, ami megfizethetetlen, a tudás, amivel rendelkezik az illető. Igen, hallgatóink a szenzációs SMS-eket írtak, hogy náluk ki az ügyeletes orvos, és mivel próbál gyógyítani. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan. 10 óra. Picit ezek a kilók, tudtok segíteni, tudtok segíteni. Most többen kérdezitek, hogy mi ez az alkalmazás. Egyébként baromi jó rátaláltunk, mert kiderült, hogy az Uberesek is ugye CB-znek. Ez egy Zello nevezetű Vokitoki alkalmazás. És hát itt már csoportokat alapítottunk, meghívtuk egymást, és tulajdonképpen reggel 7 óra óta ez a mulatság, hogy kimegy Jani, én meg fölhívom CB rádión, sose késő felnőni alatt. Még hírek van, még hírek van. Nem az. Kávéz nyugodtan, vége. Így fogunk kommunikálni, mert Jánosnak megvan az új rendszere, hogy nem kell rohanni, és ide fog érni a megszólalásra. Ez az Elló, többen kérdeztétek, baromi jó. Vokitoki, vokitoki. Ingyenes, fontos. Igen, igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. És milyen távolságig? Ez bárhol a világban. Nem mondod. De mert hogy nem frekin megy, amihez kell egy adott távolság, hanem interneten keresztül, de tehát jó. Hogy ez Pécs és Budapest között is ugyanúgy működik, nem kell telefonálnod. Visszahozza a régi 3 másodperc ingyen telefonálod. Tényleg az van benne. Jövő vissza gyorsan. Itt vagyok az úrral a nyugatinál. Erre már ugye egy generáció nem emlékszik. Na ez hasonló, ingyen tudsz beszélni. Zello ez a neve. Egyébként rettenetesen szórakoztató. Ráadásul, ha barátok alapítanak egy külön csoportot, akkor ott bárkinek bárhol van a telefonja, nincs leakítva, akkor meg tudod. Fáj, hogy ott ül egy. De ez is olyan, hogy. Ott ül egy értekezleten, és akkor megérkezik Bali üzenete. Hogy... De olyan, hogy bárkit, akit meghívsz, nem kell tőle megkérdezned, hogy akar-e részt venni, nem. De ezt neki is le kell tölteni az alkalmazást. Tehát, hogy neki is meg kell, hogy legyen, és akkor meghívod a csoportba, ugyanúgy, mint a nem tudom, WhatsApp vagy a nem tudom. De le kell okézni, az a lényeg. Nem tud bekerülni egy csoportba. Nem fog egyszer csak fölhívni a telefonon, hogy nehezen Kakilok Csabi tud segíteni, és ott ülsz egy megbeszélésen, és próbálod elhalkítani a telefonodat. Igen, és ráadásul menti a teljes beszélgetés. Tehát mindent vissza tudsz később majd hallgatni. Ó. Oh. Igen, igen. Na, veszélyes. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Jó, gyerekek. Na, mégse jön ki. Ezért nem kell már dobni pénzt? Jó, gyerekek. Nem. Úgyis lenyújják. Már nem. Halló, jó reggelt. Aludt. Balázs Morning Show, itt a Jani, Feri, Csabi, hello. 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 Aludtál? Ja. Doktornál ülök. Tényleg? Oh. Szegény. Megint kiújult. Arról a téletbe ezt nem írtad oda. Mondtam neked, hogy ne ülj annyit. Nem írtad alá, hogy hívnak? Balázsnak hívnak egyébként. Balázs, hello. Írtál, csak nem akarunk fönntartani gyorsan egy SMS-t. Ja, kijöttem, még egy órát fogok várni. Ugye? A magyar egészség. Ilyen szomorú. Igen. Írta nekünk, hogy az Uberes témákra azt mondták, zárja le a fuvar. Csak teljesítette a kérést, amikor bezárta az ajtót. Igen. Szerettük az SMS-et. Úgyhogy Balázs, nem mondtad, hogy Morning Show, de te vagy a nap hallgatója. Ha ez ja, királyok vagytok, köszi. Jó. Komoly a dolog, vagy csak valami rutin ellenőrzés? Ja, hát igen. Kisebb tüdőgyulladás, de már jövök ki belőle. Na, jobb bulást akkor. Jó? Jobb bulást. Vindexet kell rátenni állítólag. Igen. Tigris tapasz belülről a tüdődre. Igen. Balázs, gyógyulj meg. A reklámban kiderül egy-két ajándék, mert azért az van. Jó, az ajándék csomagon kívül, azt eljutatjuk neked. Oké? Okay? Zseniális. Köszönöm szépen. Gyógyulj meg. Köszi Balázs. Ciao. Szia. Köszi. Hello. Na. Csabi, milyen zenéid lesznek? Mondj valami jót. Hát kérlek szépen, innentől kezdve három hónapon keresztül lesz, hallgathatjátok tőlem, mert ma ebben a gyönyörű szép napsütéses időben beindul a Klassz Nyár 2016. A minden itt neki. Emlékeztek hát, még a tavalyira? A Klassz Nyár 2015-re? Ugye, én azóta is azzal álmodok. Ugye? Annyira durva volt. Hajnal hogy... 3-kor felsikol. Ha valaki mondja, hogy klassz, akkor már folytatod magadban a mondatot, hogy nyár 2015. Így. Most az 5-6-ra cseréljük. A világsztárok nyara, és már ma lehet nyerni, igaz, hogy csak a Klassz délutánban, tehát nálam még egyelőre nem, de már ma Rihanna budapesti koncertjére belépőket lehet szerezni. A betyárja. Lesz. Épp ezért egy Rihanna dalt ajánlok. Azt a betyárja. És még azt a hagyad is vág. Azt a leborult szivar. Van a Justin Timberlake-nek egy vadi új dala, és most már a harmadik alkalommal dolgozott együtt a Rihannával, és ezt fogom nektek mutatni, jó? Hogyne. És a pirosnál lehet egyelőre nyerni?
Igen, egyelőre a Klassz délutánban. És csak nem mondtam a műsorvezetőt, azt hiszem már ő se dolgozik. Nem lesz ma, holnap lesz. Igen. Ma még nincs, mert meghosszabbította a hétvégét, ezért nem mondtam, de akkor most szeretném veled közölni, hogy Argyelán Kriszta adja a nyereményt ma, de holnaptól meg már a piros. Jó? Jó. Elképesztő. Jó. Van egyéb információ, amit esetleg áthatok nektek? Meg vagyunk. Nem, most értem a nyújtózkodásom végére. Hát nekem már ilyenkor szabad. Hát ez már Csabi. Csabi pár perc a gyerekek. Hát én, mi már itt kivagyunk. Csabi, menjetek haza. Csabi, a kívánság műsorról 555-5500 a telefonszáma. Kérjetek tőle sok dalt. Jó, csak ne halott pénzt. Mi pedig jövünk holnap 6 óra. Akkor szevasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.